bevezetésként hivatkozni egy jó 20 éve működött nagyszerű szellemi folyóiratra, Pannonfrontra, aminek közösen voltunk szerzői, az szellemi kérdésekkel foglalkozott, de merőben a hagyományos katolikus vagy keresztény tanítás értelmében az ortodoxok legjobbjait is figyelembe véve, sajnos alatt megszűnt bizonyos okok miatt, de Szász Péter Domokos ugyanezzel foglalkozott a továbbiakban is, tehát én mondhatom, hogy ő a konzervatív, a hagyományoknak megfelelő katolikus teológia alapján áll, de ez ki is fog derülni itt pillanatokon belül. És akkor a mai program úgy néz ki, hogy megtartja előadását, majd az előadás után lehetőség lesz kérdésekre, és 3 hét múlva, azaz az irgalmasság vasárnapján, akkor este 7 órakor folytatjuk, mondjam, nem kerekasztal, azt a beszélgetéssel ugyanezt a témát, mert ennek annyi vetülete van, annyi oldalról föl lehet fogni, hogy egy nagyon kedves, barátságos vita is kikerekedhet belőle, ez akkor 3 hét múlva lesz, akinek nem annyira sürgős, akkor bőven fölteheti akkor majd a kérdéseket. És akkor most tisztelettel megkérem. Nagyon szépen köszönöm kedves barátomnak, dr. Bakos Batunak. Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Nagyon szimbolikus az, hogy most találkozunk először, Fekete Vasárnapon, Nagybőjt 5. vasárnapján, és ennek mint egy ellenpontjaként Fehér Vasárnap, avagy 2000 után elnevezése szerint, vagy egyik jelzője szerint az Irgalmasság Vasárnapján, ahogy Batu barátom ezt már említette, fogjuk ezt a témát folytatni, így mint egy a Húsvét misztériumát, titkát, ami az emberi nem megváltásának és mondhatom a történelem kulcsának is a középpontja körülmelve. Majd mindjárt egy pillanat csak várom, nézzük az első diát, mindehhez a kérdés körhöz kapcsolódván. Mint Batu barátom említette a kérdést, a nem szeretem jelzőkkel ellátni, hogy hagyományos, nem hagyományos, bár ma már sajnos ilyen kitételeket kell tenni, hanem a tiszta, inkább talán ez a jelző lenne a legmegfelelőbb, katolikus tanítás alapján fogom a történelem szemléletet, a történelem értelmét megközelíteni. Mondhatnok, hogy a történelem kérdésére, hogy miért, mi véget vagyunk erre a világon, hogy Tamási Áron is a katekizmus, a kiskatekizmus első pontja alapján az Ábel a rengetegben című klasszikusában fölteszi a kérdést, adja meg Krisztus, és ezáltal az ő tanítása, a kereszténység, a választ, és az ő szemlőtelen jegyese az Atya Szentegyház. És magyarán szóval az egész történelemre, annak az értelmére, a miértjére ad, erre a nagy kérdőjel egy hatalmas felkiáltó jelként választ. És ebben a történetben a mi egyéni életünk ugyanúgy benne van, mint nemzetünk élete, hivatása és küldetése, hogy nincs a világon egyetlen olyan ember sem, vagy egyetlen olyan nép, vagy nemzet, aminek ne lenne sajátos hivatása. És fölteszi az ember a kérdés, hogy mi véget van a világon ez a sok probléma, ezek látszólag nagyon egyszerű, köznapi kérdéseknek tűnnek, vagy mondhatnánk, hogy erről minek kell előadást tartani, de tulajdonképpen ezekről kéne előadást tartani, amennyit csak lehet, hisz az emberek ezeket a kérdéseket, ha föl is teszik maguknak, nagyon sokszor nem kapnak rá megfelelő és tiszta választ, még egyházfiattól sem. Mindemellett jelzem, hogy nagyon sokszor szoktam előadásaim előtt is, hogy minden, amit itt előadok, a legjobb tudásom szerint fejtem ki, és nem tanítói tekintéllyel, nem az egyház nevében önmagában, és minden itt elhangzott gondolatomat az ítéletének, mint anyámnak, fejemnek és tanítom nőmnek alá vetem. Mindenek előtt, ha történelemre gondolunk, akkor
egymás utániságban elkövetkezett dolgokat, tényszerűségeket látunk magunk mögött. Ezért alapfogalmak tisztázásával kell, hogy kezdjük ezt a kérdést. Mert ha nincsenek meg a megfelelő értelmezési keretek, a dolgok a maguk tényszerűségében is végül bizonytalanná válhatnak és széteshetnek. Ha nincs egy egészleges rendszer, amiben el tudjuk a dolgokat rendezni. Először is a történelem értelmével kapcsolatban, aminek nyilván hívő keresztényként azt mondhatom, Krisztus követőként, hogy Krisztus maga az értelme és kulcsa, de erre kitérünk majd. Először is magát történelem és az idő miben létét kell tisztáznunk. Ha nagyon egyszerűen fogalmazok, az idő az maga a változás, a tempusz mérték, ez fizikában is, aki fölismétli általános iskolai tanulmányait tudhatja, és ahogy a legszentebb tudósa, a legtudósabb szent, Aquilinoi Szent Tamás, akit közdoktornak, doktor kommunisztnak is neveznek, tehát mindenféle az egyházon belül az elmúlt évtizedekben meglévő teológia és bölcseti válság ellenére, ő számít a közdoktornak, a fő tanítónak, a katolikus teológiának, a katolikus hittartalom leghitelesebb kifejtőjének, és az ő nyomdokai járó iskola, tehát azt a tomista iskola, ezt tartom alapvető mértéknek a mai előadások során is, nyilván a maga korlátait figyelembe véve. Nos, nagyon egyszerűen, és egyébként, bocsánat, ez nem önmagában Aquilinoi Szent Tamás filozófiájáról van szó. Az, hogy inkonkrét a történelem tér és idők szülte viszonyai közepette, ahogy a történelem idáig lefolyt és le fog folyni, úgy alakult, hogy a 13. században ő építette fel a teológiának azt a szintézisét, azt a gótikus domját, ami a Summa Theologiae cikkeiben jelenik meg. Megjegyzendő, hogy 700 esztendővel ezelőtt avatták szentté, 1323. júniusában, és jövőre lesz 750 éve, hogy elhunyt, illetve az, hogy megszületett, bizonytalan, hogy most 23, 24, 25. Ennek a történeti, filológiai kérdésében nem mennék most bele, de a születésének is a 800. évfordulójának a jubileuma jött el ebben, illetve az elkövetkezendő években. Nos, az idő, a változás mértékes. Mi a változás? Nagyon egyszerűen megfogalmazva, amikor átmegy a lehetőségi lét, a lehetségesség, a ténylegesség. Na most mondok egy példát, én most itt állok, ez egy ténylegesség, de ott nem állok, az egy lehetőségi lét, de ha én ide lépek, akkor ez már ténylegességé vált. Tulajdonképpen az ember, amit először józan paraszti észre is, a természetes emberi értelemmel föl tud fogni, mint világos megkülönböztetést a körülötte érzékel dolgokba, egy antinómiaként, a létben, egy ellentétként, nem ellentmondásként, az a lehetőség és a ténylegesség létrendjének a különbsége. És ennek alapján hármas megkülönböztetést tehetünk tartalom és létmód szerint az időről, illetve az időről való felfogásról. Mert általában úgy szokták az örökké valóságot, az időt és az örök idejűséget, erről majd még külön szólok, az évumot vagy az évi termitást megkülönböztetni egymástól, de az örökké valóság az, aminek nincs se kezdete, se vége, időbeli az, aminek van kezdete és vége, az időhöz viszonyítva, tehát a változások megszűnnek, és az a lény megszűnik létezni valamilyen távon belül, egy időtartamon belül, ezek a változások. És végül van az örök idejűség, aminek van kezdete, de nincs vége. Az időre szokták értelmezni az időbeli létezésre, a testi lényeknek a létezését. Az örökké valóság az nyilván egyedül Istennek jár ki abban a formában, ahogy, aminek nincs kezdete és nincs vége. És végül az örök idejűség az egy valamilyen formában ennek a kettőnek a szintézise, az a szellemi lényekre, az angyalokra és az emberekre vonatkozik, akiben van szellemi állag, szellemi természettel is bír, van az embernek lelke, tehát halhatatlan lelke, szemben az állatnak a párájával, aminek van ugyan kezdete, de nincs időbeli vége, és van is, és nincs is, erre majd kitérek, egymás utániság benne. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a háromfajta létmód lehetséges, de ez az elsődlegesen persze azt érzékeljük, hogy ez
ennek az időhöz való viszonya mi, hiszen ez a köznapi tapasztalatunk az időbeliség. De az igazi különbség ezek között, hisz az idő is lehetne önmagában végtelen. Egyedül a kinyilatkoztatásból tudjuk, az isteni természet feletti kinyilatkoztatásból, Isten mondál az embereknek, biztos, hogy arról van, onnan van bizonyosságunk, ha ezt elfogadjuk isteni kinyilatkoztatásnak és hiszünk benne, azaz értelemben igaznak fogadjuk el, bár nem tudjuk ellentmondásmentesen, biztosan bizonyítani, metafizikai bizonyosságra nem tudunk vele kapcsolatban jutni, hogy az időnek volt kezdete, a világnak volt kezdete, a teremtésnek volt kezdete. Ezt a kinyilatkoztatásból tudjuk, hangsúlyozom biztosan. Az, hogy a világnak volt időbeli kezdete, vagy sem, az az emberi értelem, a tiszta, pőre emberi fénynél nem lehet sem igazolni, sem megcáfolni. Ez nagyon fontos. Tehát az ellentmondás előre visszavezethetően biztosan állítani. Sokan félreértik pont ezért Aquinói Szent Tamást is, amikor a világ örökké valóságáról értekezett, amiben pontosan a muszlimokkal vitázott, hisz a muszlimok mindig arra hivatkoztak, a muszlim hittudorok, vagy azok egy része, hogy a mi hitünkben nincsenek a történeti állításokon kívül, amikről szokás bizonyosságunk lehet esetleg, certitudo moralisunk, nincsenek úgynevezett misztériumok, amit az ember elfogad, de belátni nem tud. Például akár egy szent háromság, megtestesülés, eredeti bűn, sorolhatnám tovább. Ilyen problémákkal mondja az ő hitüknek nem kell küszködni. Az iszlám az a természetes ész vallás, a teológia naturalis. Az ember animal naturaliter moslemica, ezt mondják, hogy muszlimnak született, csak az emberek elnevelik kereszténynek, mazdaistának és minden más vallásnak, de igazából a józan ész vallása az iszlám is. Mivel az iszlám tanítja kifejezetten, hogy a világnak van időbeli kezdete, a Korán is, ezért jöttek elő azzal az érvel többen, ugye ezt a muszlim filozófiai iskolának, mint filozófiának a megnevezéséről, a kalámról, kalámérnek is szokták fölhozni, hogy a világnak van időbeli kezdete, ez belátható természetes észfényén, hogy nem lehet végtelen ideig. Most Aquinói Szent Tamás bizonyított, hogy ez nem így van, tehát az ókori bölcselőknek, most akár görög bölcselőkre gondolva, Arisztotelészre, abban igazuk van, hogy a világ lehet örökké való, az egy más kérdés, hogy ezt tényként állította, nem egy bölcselő, Arisztotelész is ezt tényként kezelte, de azt is bizonyítja Aquinói Szent Tamás, hogy nem szükségszerű, hogy a világ időben örökké való legyen, hogy nincs kezdete és nincs vége. Tehát nem önmagában ez különbözteti meg az időt az örökké valóságtól, illetve az örök idejűségtől, amikor egy teremtett lény valamiféleképpen az isteni örökké valóságból részesítetik. Hanem a már említett potenciális aktus kettősségével lehet ezt a dolgot legjobban leírni, hogy az időben van egymás utánisága az egyes pillanatoknak, mert amikor megszűnt ez potenciának lenni, tehát egy lehetőségi lépnek, hogy én ide átléptem, akkor itt megszűnt az, hogy én itt állok. De ezt számos más egyszerű, triviális példával lehet igazolni. Na most az örökké valóságban meg nincs egymás utániság, Isten a tiszta megvalósultság, a latin kifejezéssel actus purus, amiben nincs változás, míg a változásnak az árnyéka sem. És ez az igazi különbség az idő és az örökké valóság között. És az örök idejűségre kitérvén, mert mondják, hogy a mennyországban nincs idő, az idő térré válik, ahogy Wagner leírta a Parsifal partitúrája ezt, amikor a Grál kastélyba belépnek, nyilván az embernek is már itt a Földön misztikusan lehetnek olyan megtapasztalásai, egy előízként a mennyországból, hogy valamiféleképpen a világ megszűnik körülötte, akár amikor az ember szerelembe esik például, de sok más példát is föl lehetne hozni. Tehát lehet ilyen tudatállapota az embernek, vagy ehhez hasonló tudatállapota az embernek, de szerintem ha leoltottuk, az picit jobb volt, nem tudom, hogyha csak a nézőközönség miatt, mert én mondom a magam, én csak azért az interakció ennyiben meglegyen, ha most még nem is a azonnali kérdések és válaszok órája érkezett el. Tehát azt láthatjuk, ez egy nagyon fontos pont, hogy
hogy a mennyországban is lesz bizonyos értelemben idő, tehát ott is van változás. Az emberi természetünknek, a teremtett természetünknek a lényege a változás, bár az nem olyan lesz, mint az időnek, a próbatételnek az ideje, a történelemnek az ideje. Tehát ilyen értelemben lesz a történelemnek vége, új eget és új földet teremt Isten, és a menny egyesül a földdel teljesen, ami végtelenítetik ilyen értelemben, de ez különbözik attól, ami a világ teremtésétől Krisztus második eljöveteléig tartó idő, tulajdonképpen a történelemnek az ideje, amiben csak egymás utániság van, bár ide is már belép az örökké valóság és az Istenség. Kérem a következő diát, hogyha lehet. De mi a történelem? Az örök idejűségen, az éviternászon, amit volt róla szó, kívül teremtett létre egymás utániság, a tömören megfogalmazva, a többiről már volt szó, ezt csak ismétlésként írtam föl, és akkor kérném a következő diát, hogyha... Bocsánat, hogy itt a kedves hölgyet így. Igen. Krisztus királysága történelem végcélja. Ezt a kérdést elemezve először is nézzük meg Isten teremtő tervét, az isteni természet felől vizsgálva, utána az isteni kinyilatkoztatás alapján, és végül pedig az, hogy ez hogyan valósul meg. Ha tervről beszélünk, akkor egy rend meghatározásáról van szó, a tervező értelme szerint. Például a mai estét, ennek az estének a megszervezői kitalálták, elhatározták, biztosították ezt a helyiséget, a helyiségnek a kedves háziasszonya biztosította itt a technikai részleteket, de ezeket az emberi elme is előre tervezi, és egy rendet hoz létre. A rend az pedig a különböző dolgoknak a hajlamosítása egy közös cél érdekében, például, hogy ez az előadás megvalósuljon, és ezáltal ezeket az ismereteket, ennek a tartalmát önöknek át tudjam adni. És ez igaz az egész teremtésre. Nincs a világon semmi, ami cél nélküli. Hogy idézzek egy ateista, kommunista költőt, Vas István, még ő is kimondta azt, hogy még a rossz sem céltalan, mindennek jelentése van. Tehát az Isten is a rosszat azért engedi meg, hogy egy nagyobb jót hozzon elő belőle, ahogy az Isten szeretőknek minden javára válik, hogy a népek apostola írta vala. Magyarán az ördög is csak a téglát hordja Isten városához. De ez önmagában a rosszat nem teszi önmagában jóvá, csak látni kell, hogy az isteni terv az mindennel kalkulál és számol, és ezt Isten öröktől fogva tudja. Tehát Istennek nem kell gondolkodnia ahhoz, hogy dolgokat felismerjen, ez következik neki a tiszta, megvalósult természetéből. Öröktől fogva elrendeli. Olyan gyönyörű az édesanya nyelvünk, és nagyon sajnálom, hogy a 20. századra ezek a jelentés árnyalattal bíró idő kifejezések kikoptak, mert azzal ezeket a különbségeket sokkal jobban lehetne érzékeltetni. Nem véletlen, hogy mind Károli, mind Káli úgy fordította, hogy kezdetben vala az ige, nem volt, mert ami volt, az megszűnt, az egyszer volt és megszűnt. Tehát nem mindegy, ezeknek a létigének az ilyen kis finomságai igenis fontosak, és például ha lenne egy új nyelvújítási program, ezeknek a felújítása igen fontos lenne, hogy a nyelvi kifejező készségünk az ilyen kérdések megközelítésében is erősödjék. Tehát a cél nem más, mint a dolgok elrendezése. Például az építőkövekből egy épület megalkotása. Annak megkérdőjelezése, hogy Isten célszerűen teremtett, egyenértékű az istenségének megkérdőjelezése. Most nem megyek külön bele a teodíciai kérdésekbe, az Isten igazolási kérdésekbe, de világosan, külön kinyilatkoztatás nélkül, külön hitvallás nélkül az ember a magára hagyatott értelmével rájöhet a teremtett dolgokból következtetvén Istenre, mint a világ elsődleges létesítő okára, és mint a teremtés minden egyes elemének a legvégső céljára, akár közvetetten. Hisz ez a mikrofon is Isten dicsőségét szolgálja, és a világ átistenülését, a végső célját, már csak azért is, mert mondjuk ezt tudjuk ezen keresztül hirdetni. De akkor is, ha Isten a másodlagos okok által gondot visel a világra,
Tehát például ez nyilván nem ő közvetlenül hozta létre a semmiből, hanem valaki ezt megalkotta. Akkor is Isten közreműködik, tehát az elsődleges, sok a másodlagos okokat föntart. Isten a világot létbe hozza, létben tartja és célra irányítja. És ez összefügg Isten bölcsességével, aki minden tudó, és ezért végtelenül bölcs, és mindenható, és ezzel együtt végtelenül jó akaratú is. Isten az, aki nem téved és nem tévesz meg. Erre majd a következőkben lesz fontos látni. Tehát azt kell látni, hogy Isten egy terv okán alkotta meg a világot. Tehát ennek egy célja volt vele Istennek. Köszönöm, a következő diát kérném. És mi a teremtésnek a célja? Nyilvánvalóan maga a teremtő, a lét teljessége a célja. Isten nagyobb dicsőségére történjék meg mindez. Na most ezzel gyorsan átpörgök csak azért, mert itt sok témát kell érintenünk, tehát anélkül, hogy itt tényleg délután, ebéd után, még akkor is, hogyha már az ember ejtőzéssel kicsit fölfrissült az agykapacitás, de próbálunk azért tömöríteni a témát. Tehát a lényeg mindezzel kapcsolatban, hogy Isten végtelen fogva, azaz lényegileg birtokol, az eredményekkel szemben minden úgynevezett transzcendentális tökéletesen. Transzcendó azt jelenti, hogy átlépek, tehát egy olyan tulajdonság, ami a létezésből adódik. Tehát erre a mikrofonra is mondhatom, hogy valamilyen fogban szép, jó, igaz, minemű és egy, tehát eltülönül a környezetének a más lényeitől, például tőlem, vagy ettől a széktől. És ez Istenről végtelen fogva elmondható, és olyan értelem, hogy Istenről ezeket a transzcendentális tökéletességeket, őt fölsoroltatik, az egy, a valami, az igaz, a jó és a szép, az unum, aliquid, verum, bonum és a pulchrum, ezt úgy tudjuk Istenről állítani, hogy végtelenül mindig nagyobb lesz a különbözőség, ha Istenről állítom ezt, mintha egy teremtményről, az, hogy szép, hogy jó és igaz. Tehát a létszakadék mellett mégis van egy bizonyos arányos hasonlatosság. Ez nagyon fontos dolog, tehát ebből látszik, hogy Isten a képére teremtette meg a világot. Mert sajnos vannak olyan modern teológiák, akik odáig mennek el, hogy Isten annyira különbözik a világtól, hogy Istenről semmiféle állítást nem tehetünk. Ennek nagyjából az a lényege, hogy a dolgokról kétfajta képpen tehetünk kijelentéseket, illetve háromfajta képpen. Egyrészt ugyanolyan értelemben, például azt mondom, hogy ez a szék hasznos, ez az asztal hasznos, mondjuk az írás tekintetében, akkor ezt ugyanolyan értelemben értettem rá, vagy a Júlcsika meg a Mariska is szép, még a különböző fokba is a saját szubjektív megítélésem szerint, mondjuk most ennek nem az Isten szemszögéből való megítélését állítottam. A dolgokról állíthatom a fogalmakat úgy, hogy a szó alatt teljesen más takar. Például, amikor azt mondom, hogy ár, gondolhatok egy terméknek az árára, gondolhatok a cipésznek az éles, tűszerű szerszámára, a cipőkészítés az használ szerszámára, mint ára, és természetesen, amikor egy folyó megárad, ennek erre az ára is. Ugye ezt hívják ekvivocitásnak, az előbbik az univocitásnak, hogy egy azon értelemben értjük az azonos alakú szavakat. És végül van a hasonlatosság, az analógia, és ezeket a dolgokat Istenről és a teremtményekről analóg értelemben tudjuk érteni. Valamilyen hasonlatosság, arányosság értelmében, de olyan arányosság értelmében, ezt 1215-ben mondta ki a IV. Lateráni zsinat dogmaként, hogy amikor Istenről ezeket az állításokat tesszük és a teremtményről, akkor az állításban a különbség az mindig végtelenször nagyobb, mint a hasonlóság. Ez megmutatja, hogy kicsoda az Isten. Sokszor, ha megnézünk egy világnézetet, bármelyik hamis világnézetet, két dolgon bukik el, két dolgot kell magunknak föltenni, hogyha vizsgálunk bármilyen gondolatrendszer, hogy kicsoda számára az Isten, és kicsoda az ember. És ha nem ide nyugodunk ki az Isten mi voltával kapcsolatban, amit még racionálisan belőle föl tudunk fogni, akkor hiába valóság minden is mondom. Ennek önmagában még a kinyilatkoztatáshoz, a kereszténységhez nincs köze. Erre az ember józan paraszti ész által rájöhet. Kérném a következő diát.
nagyon fontos ehhez kapcsolódó, hogy Isten önmagában tökéletes, hogy semmi sem kényszeríti, hogy teremtsen, és semmi sem kényszeríti, hogy ne teremtsen. Tehát nincsen semmiféle külső meghatározottság benne, hisz akkor már lenne benne valamilyen potencia, azaz egy külső meghatározottság. Tehát az, hogy Isten, ha nem teremtett volna a világot, ő akkor is tökéletes, tökéletesen jó, igazságos és boldog. Tehát nagyon fontos, hogy az irgalmasság megelőzi az igazságosságot. Az igazságosság már egy rendszeren belül jár ki, ugye azt jelenti, hogy mindenkinek megadni a magáit, szunkuikve, hogy a római jogot, ha röviden a két szóba összefoglaljuk, de a létezés nekem, vagy ennek a mikrofonnak, vagy egy parányi egysejtűnek, vagy egy atom mind nagyon legkicsibb részének semmilyen jogcímen nem jár ki. Tehát ez mind Isten kegyelme, már az, hogy a világot megteremti. És ekkor hozzá lett a természeti rendet. És erre mondjuk, ugye ez nagyon fontos, hogy ha már létrehoz valamit, azt Isten nem bánja meg. Ami egy teremtménynek a természete szerint kiáll neki, azt Isten nem fogja ezután visszavonni. És igazságosság szerint megadja neki a jussát a maga természetének megfelelően. No, de ami nagyon fontos, egy dolog késztetheti őt, hogy teremtsen önmagán kívül, a végtelen szépség képmására teremtményeket, önmaga tökéletessége és szépsége iránti határtalan szeretete. Most mondhatják, hogy Isten mekkora egoista, de bocsánat, tehát Isten észszerűen a minél tökéletesebb egy lét, annál jobban tudja arra fele törekedni bármilyen lény, és nyilván Istennél nincs tökéletesebb. És amit ő teremtményeiben szeret, nem más, mint a saját tökéletes lényének visszatükröződése. Önmaga belső dicsőségéhez óhajtja hozzáadni a teremtésben megnyilvánuló külső dicsőségét. Tehát meg akarja a létét osztani különböző teremtményekkel, akár legyen az egy kiskutya, vagy akár csak egyetlen atom, ha azt terem, az is Isten dicsőségét tükrözni. Most itt tovább lépünk az értelmes teremtmények szerepére. A világban van egy bizonyos léthierarchia, attól függő, hogy mennyiben és hogyan részesednek a létből. Vannak a tisztán szellemi lények, az angyalok, ezeknek különböző karaik vannak, 9 karuk van, 3 rendben sorolván, a legfősőbb rend, ugye a trónusok, kerubok, szeráfok, amelyek közvetlenül vagy elsődlegesen Isten dicsőségét hirdetik, dicsőítik, ebbe kapcsolódnak bele. A második körben a második rendbe tartozó angyali karoknak az élettelen világ kormányzása, a feladata és a fenntartásában vesznek részt Isten terve szerint, tehát a fejedelemségek, hatalmasságok. És végül a harmadik réteg az közvetlenül az ember kormányzásában vesznek részt, köztük ugye az arkangyalok, a főangyalok és az őrangyalok. Nagyon fontos, hogy az angyalok között nem piramidális hierarchia rend van, hanem lineális. Tehát mivel minden angyal nincs benne az anyag általi individualizáció, egyedítés elve, ezért minden angyal egyetlen faj, egyetlen nemet képez, mint hogyha az ember ideája egyetlen emberbe tudna tükröződni, nem tud tükröződni. Tehát az emberiség egésze, aki Ádámtól Évától az utolsó emberig él, az Isten gondolata az emberről nem egészlegesen, hisz nem tudja az ember ezt sose kimeríteni, de a mindenki egy részét tudja ennek tükrözni. Individuálisan még maga az üdvözítő is, erről majd lesz később szó. És ami nagyon fontos ehhez kapcsolódván, hogy és ugye ez az angyali rendek, akiről beszéltem, vannak az anyagi lények. Az anyagi lények sajátja, hogy a testi lényeknek, hogy ami két elvonatkozhatatlan dolga van, addig maradt testi egy testi lény, az elsődlegesen szükségszerű jegyei a testi lényeknek, hogy kiterjedésük van, és mérhetőségük. Tehát az extenzió és a kvantitás, ami az anyagi lényekre jellemző, és az anyagi lények, hogy milyen alakkal találkoznak, az ősanyag, mondhatom így a matéria prima, vagy ős alom, milyen alakkal, ennek az alaknak a minőségétől függ, hogy milyen testi lények jönnek létre. A testi lények alapvető kategória az élő és a nem élő lény közötti különbség, ugye az élő
lény és az élettelen között az a különbség, hogy az élettelen lények azok csak átmenő, tranziens tevékenységet folytatnak, tehát külső hatásokra, az élőlények meg belső, tehát tranziens és immanens önfenntartó tevékenységet. És ez egy olyan légtöblet, ami nem jöhet magától létre, ezt Isten oltja bele ezekbe a lényekbe, ezek nem tud magától képni. Nincs az élet és az élettelen között. És tudom, oparincseppek, tanultuk ezeket, most azok olyan fehéréket hozott létre, amik az élethez nincs közel, sőt káros az életre, de önmagában attól, hogy fehérjét létrehozok, attól életet nem hoztam létre. Ez egy nagyon fontos, hogy itt létrendi szakadékok vannak, ami nem tud önmagától, csak a másodlagos okok által kialakulni. Az ilyen létrendi ugrásokhoz a testi lények között Isten külön beavatkozása szükséges. És azt láthatjuk, hogy a testi lényeknél a magasabb rendű az alsóbbnak a tulajdonságait inkorporálja, tehát egy élő lényre is, rám is hat ugyanúgy a gravitáció, vagy bármilyen más fizikai törvény, amit gondolunk, vagy a redoxi reakciók a bizonyos elemeimre, amilyen kémiai elemekből én fölépülök, vegyületekből, ugyanúgy, mint erre a székre. Nyilván nem ugyanúgy hat, csak tud hatni, nyilván az én biológiai, illetve a biokémiai felépítése függően, de ettől én élőlény vagyok, több vagyok, mint csak egy kémiai felépítmény. És az élőlényeken belül van az érzékelő és nem érzékelő lények között, azaz a növények és az állatok között ilyen értelemben való rendszertan szerint különbség. És végül ugye a környezetnek az egyedi formáival, illetve az egyetemes lények megragadása képes lények az emberek és az állatok között is van különbség. Az ember az tulajdonképpen az angyal és az állat között ennek mint egy összefoglalója, nem véletlenül ő lett legutoljára megteremtve. Nagyon fontos, hogy az értelmes lények az angyalok és emberek nélkül teremtés olyan volna, mint egy kadáver, egy hulla, amely nem visszhangozza az isteni mester. Ők megismerhetik Istent, viszont szerethetik őt, és párbeszédre elegyedhetnek ő vele. Az ilyen teremtmények ilyen módon együtt működhetnek ő vele, és megdicsőíthetik őt külsőleg, amint megdicsőíti önmagát belsőleg. Kérném a következő diát. Nagyon fontos, ideig ezt láttuk, amit ideig elmondtam, erre az ember természetes értelme fényével rájöhet. Most, amit Isten kinyilatkoztatott, a kinyilatkoztatás fényébe ismerhetünk meg. Ugye már beszéltünk arról, hogy Isten semmivel sem tartozik a teremtményeinek, természetes létük esetleges, nem szükségszerű. Ők mindent birtokolnak, amire szükségük van ahhoz, hogy utánozzák az Isten tökéletességét. Nem bánja meg adományait, ha teremt nem vonja vissza ezen irgalmas és ingyenes aktusát, akkor sem, ha teljesen visszautasítja. Ő mindig szereti ilyen értelemben a teremtését és a teremtményeit. Semmi sem akadályozza őt abban, hogy többet tegyen annál, mint hogy az isteni szépség természetes viszvényét a teremtett természeti rendben megteremti, azáltal, hogy létrehozza azt. A természet feletti rend lehetséges, de nem szükségszerű. Itt nagyon fontos erről beszélni, hogy milyen értelemben beszélhetünk valamivel kapcsolatban természet felettiségről, a természet és a természet feletti megkülönböztetése. Természetes mindaz, ami egy lénynek a természete szerint azáltal, hogy megteremtetik, kiáll akár mint alkotó elem, akár mint követelmény, akár mint következmény, amire képes. Például én ide tudok lépni, ha már ennél a lapidális példámnál maradok, vagy maradtunk. Viszont, ami egy lénynek természet feletti, az olyan, ami mint alkotóelem, követelmény és következmény nem tartozik hozzá az ő lényegéhez, az állagához, de ahhoz, mint járulék, mint accidencia az ő szubstanciához, hozzá kapcsolva tökéletesíti őt. Ebben különbözik a természet feletti a természet ellenestől. És ennek megfelelően például Bakos Batu barátom jegyzetelt, az ő tolla magától ezt nem tudta volna leírni, amit oda leírt. Tehát a tollnak nincs természetes képesség, hogy jegyzeteljen, de egy nála magasabb rendű lény a hatása alá kerülve, hatóka alá kerülve képes erre. Ugye ez a toll szempontjából egy viszonylagosan természetfeletti aktus. És ennek megfelelően beszélhetünk viszonylagosan és abszolút természetfeletti hatásról, ha viszonylagosról akkor beszélünk,
amikor egy olyan dolog, ami egy lénynek nem tartozik hozzá a természetéhez, például a tollnak a jegyzettelés vagy az írás, de egy másik teremtménynek a természetéhez hozzátartozik ez. Ilyen mondjuk egy ember vagy egy angyal viszonylata is. Tehát egy angyal, de akár egy bukott angyal, egy ördög is létezik olyan dolgokat hozni, amit az ember csodálatosnak tekint, de az ő természetéhez hozzátartozik. Ez nem feltétlenül isteni kegyelem szükséges hozzá, az Istennek a beavatkozása. Olyan értelemben is, hogy nyilván van teremtetlen és teremtett kegyelem, a teremtetlen kegyelem az maga az Istennel való betöltekezés, az Istennek a közvetlen hatása az ember vagy egy bármilyen teremtmény szempontjából. A teremtett kegyelem pedig egy olyan, túl például az erény, a hit, remény, szeretetnek az erénye, amit Isten beleoltat az emberbe, egy teremtett erényt hozzá kapcsol. Az olyan, mintha az emberek egy szárnyam nőne, most is elkezdenék repülni, hozzáadódna a természetemhez. Viszont itt is lesz majd egy megkülönböztetés később, de ez ugorjuk. Ami nagyon fontos, hogy Isten szent háromság, kinyilatkoztatásból tudjuk. Belsőleg Isten egy létátadásban létezik. Három személy osztatlanul birtokolja az isteni természetet. Most az, hogy ez nem önellentmondás, mert ellentmondás az, ami ugyanabban a viszonyban és ugyanakkor, illetve az idő is az ilyen szempontból ugyanolyan viszony, egyszerre nem lehet valami és annak a tagadása, ugye, hogy A nem lehet egyenlő nem A-val. Na most a természetre vonatkozik az egység és a személyre a háromság. Nem megyek ennek a részleteibe bele, ezekről lehet külön beszélni. A lényeg az, hogy Istennek ez egy közölhetetlen tulajdonsága, hogy egy állatot, egy természetet, egy lényeget három létalany, három személy birtokolja. Ez nem létezhet a természetben, és az ember természetesen ennek a bizonyosságára nem juthat el, ezt csak kinyilatkoztatásból tudja. Viszont ez valamiféleképpen tükröződik a teremtésben, ugyanis minden értelmes teremtmény arra hivatott, hogy megismerjen és szeressen, és így egyesüljön más értelmes teremtményekkel úgy, hogy a fiú nemződik az atya által értelmi tevékenység révén, és hogy a Szentlélek lehetődik akarati tevékenység szeretés által az atya és a fiú révén, közös, mint egy állagból. Kérném a következő diát, köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy Isten teremthetett volna egy tisztán természeti rendben lévő világot, ahol az ember természetes boldogságra hivatott, tehát a teremtmények által tükröződik Isten, ilyen egyébként az alvilágnak a legfelsőbb része a Ábrahám kebele is, vagy a limbus, de ez most egy külön téma lenne, majd erre is visszatérünk esetleg. A lényeg, hogy az ember a természetes boldogságot is el tud érni. De ezáltal az embernek nincs természetes kapacitása arra, természetes képessége, hogy az Istent megragadja magában, hogy az Isten színről színre tudja látni. Ez az Isten természete lényegileg meghaladja az ember. Erre az ember nem tud önerőből fölül emelkedni, nem tudja magát a hajánál fogva kihúzni a vízből, csak úgy lehetséges, ha Isten megteszi. És Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy az ő kimondhatatlan szépségének fátyol nélkül közvetlen látására eljussanak, és lehetővé tegye, hogy Isten saját tökéletességét és boldogságát élvezzék. Szóval a fogadott fiúság elnyerjük az isteni természetet kegyelemből. Nem várunk ettől isteni, mert ez olyan, mint a tűz általi átízása a vasnak, de erről majd még egy pár gondolatot mondok. Anélkül, hogy személyüket, önmagukat Istennel azonosítanák, az angyalok és az emberek beléphetnek a végtelen természet feletti rendjébe, megkaphatják a fogadott fiúság kegyelmében az isteni természetet, átistenülhetnek. Lényük úgy egyesül Isten létével, szép példát hoztam, hogy egy gótikus kristály üvegablakon megtörve a fényt átragyogja az. Mióta Istent atyáknak hívhatjuk, méltók lettünk arra, hogy fiainak hívassunk. Az isteni személyek lehetővé tették, hogy családjukba tartozzunk, a velük való személyes és közvetlen viszonyok által. Ez nem a teremtettségünkből adódik, nem azáltal, hogy megteremtettünk, az emberi természetnek nem ez az önmagában lévő méltóság, hanem ezt Isten külön megadta. Ezért egy kegyelmi rend, egy természet feletti rend.
ilyen értelemben is, nyilván teremtés is, mint mondtam, önmagában az első aktusában egy kegyelem. De most lépjünk ezen tovább. A panteizmus úgy az isteni, mint az emberi természetet lerombolja a természetszerű azonosítás révén. Az isteni terv megengedi, hogy a végtelen és a véges, a lényegbeli megkülönböztetésük mellett létezzenek úgy, hogy közben a véges, a teremtett, a végtelen gazdagságával bensőségesen egyesülvén elegyedés és szétválasztás nélkül terítődik. Valóban úgy, ahogy a fény megtörik egy gyönyörű kristályon, de mégis a kettő úgy egyesül és nem elegyedik, és már szétválaszthatatlan lesz. Erre vagyunk hivatottak. Erre mondta azt Nagy Szent Gergely, hogy ó keresztény, ismerd fel a te méltóságodat. Hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez nem jár ki nekünk, hogy ez mennyire Istennek egy ingyenes adománya, amit ő nem szükségszerűen ad meg nekünk, és ezáltal mi Isten fiainak hivathatunk. Hisz mondjuk én szerethetem a, nem tudom én, a habos sütemény például, de nem tudom úgy szeretni, mint egy embert. Mert nem bírja az emberi természetet. Most gondoljunk bele, hogy a habos sütemény is egy ember között a létrendi különbség, az végtelen, tehát nem nagyságrendi a különbség, hanem lényegbeni különbség Isten és a teremtett világ között is. Isten ezt hidalja át a fiúvá fogadását. Isten azonban még többet akar. Valódi, nem csak a kegyelmi rendszerinti családi kapcsolatot, a megtestesülés révén. A megtestesült ige, illetve a megtestesült igében való összefogása az egész emberi nemnek és az egész kozmosznak a teremtés végcélja. Most nem megyek bele, van két teológiai iskola, hogy megtestesült volna-e, vagy sem, az ige, olyan értem, hogy ezt a kinyilatkoztatásból biztosan tudjuk, vagy nem, de bizonyos, hogy ahogy a Kolosszai levélben olvassuk, hogy benne áll fel a világ mindenség, az Atya általa és benne teremtett minden. Az ő az igének a képmása, ő a mindenható Atyának a képmása. Az Krisztus, Jézus Krisztusra figyelembevételével alkottatott meg mindent. Ő az ős, mint a képmás, minden teremtmény. Gondoljunk abba bele, most ha felhozok egy másik példát, mondjuk fiatal pár vár egy gyermeket, és berendezi a világot, tehát vesz egy kis szobát, berendezi, ilyen tapétát vesz hozzá, vesz egy bölcsőt, minden. A világ is úgy lett megalkotva, hogy Isten benne meg tudjon testesülni. Az egész világ minden ide törekszik. Minden az igére, ilyen értelem. Jézus Krisztusban az isteni, az erkölcs és a fizikai rend szétválaszthatatlanul és elegyedés nélkül egyesül. Ő öröktől fogva az Atya, Fia, az örök ige, és mindig az. Öröktől fogva születék az Atyától. És az isteni természetet birtokolja a második Isten személy, és ez fölvesz emberi természetet, nem emberi személyt, ez nagyon fontos. Tehát nekem a személyiségem, az akiságom, a vagyokságom, a teremtett lelkemhez kapcsolódik, én egy teremtett személy vagyok, az isteni természetet elnyerem, hogy a természet az arra fel, hogy micsoda. Krisztus a megtestesülésben, tegnap volt az ünnepe, gyümölcsoltó boldog az, hogy az örök hírvétel napja, fölvette a teljes, tökéletes emberi természetet Szűz Máriától, a Szentlélek erejét, ahogy a hitvallásainkban is megvalljuk vasárnapról vasárnapra. Tehát egy nagyon fontos, hogy benne az isteni, hogy az ember, ha az ember mikrokozmosz, az angyalok és a teremtett világ között, mint egy adat a szintézise, Krisztusban a teremtett és a teremtetlen létük teljes összhangban és harmóniában. Jézus Krisztus uralma, királysága az isteni terv foglalata. Nem véletlenül mondja, hogy már elérkezett közétek az Istennek országa. Ahogy ez a görögben áll az evangéliumban, Basilea Protheu, az igazából Istennek az uralmát is jelent, és Krisztus emberi természetében megvalósult Istennek a tökéletes uralma. Az, hogy az ő akarata legyen meg. Ahogy szintén a Népek apostola írta, ez egy nagyon régi keresztény himnusz is, valószínűsítetően, amikor ő már leírta, ezt imádkozták, és a Szent Három napon ez hangzik el lépésről lépésre a Zsolozsmába, illetve a főszertartások alkalmába is, nagy csütörtökön, nagy pénteken és nagy szombaton folyamatosan kiegészítve,
Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, nagy csütörtökön, mégpedig a keresztnek haláláig nagy péntek, ezért az Isten fölmagasztalta őt, majd az Atya, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban. Egyaránt. És az ő engedelmessége által nyerünk, a mi engedetlenségünk ezáltal jön helyre, de erre majd még kitérünk. A sátán fellázadt az ige megtestesülésé, és nagyon fontos, Mária Isten anyasága ellen. Nagyon fontos elmondani. Mert miről van szó? Isten, amikor először megteremtette az angyalokat, az időbeliség, amikor őket létrehozta, mint időbeli lényeket, akkor fölvázolt előttük az ő üttervét. Arra, hogy Isten meg fog testesülni, a második isteni személy, és nem csak ő, de az ő édesanyja, aki egy teremtett emberi lény. Ha a legtökéletesebb emberi teremtmény, akkor is egy teremtmény. A legkisebb őrangyal a teremtés rendje szerint fölötte áll. Kegyelem rendje szerint, viszont fölé fogja rendelni, hogy az angyaloknak lesz a királynője. Én tehát szolgálnia kell az angyaloknak egy emberi lény. Ez olyan, mintha ez sokkal nagyobb dolog, mint az, hogyha nekem egy hangyát kéne szolgálnom például. És erre mondta azt Lucifer, hogy non serviam, hogy nem szolgálok. Amire mondatta Mihály, hogy kicsoda olyan, mint az Isten. És ne felejtjük el, hogy bár erről van teológiai vita, hogy Lucifer a szeráf volt, vagy pedig kerub, és ebben nem megyek bele, tehát a legmagasabb angyali rendben volt, és a legnagyasabb angyali karokban volt, a legfényesebb, ugye fényhozó, lángoló angyal volt, és Mihály az pedig csak egy arkangyal volt, illetve egy arkangyal. Mi ebben a, és utána ő lett az angyali seregek vezére. Mi ebben a lényeges, hogy mondtam, az angyalok között lineáris hierarchia van. A legkisebb őrangyaltól föl a leghatalmasabb szeráfig. És egy-egy angyal között, már azt mondom, hogy egyre tisztább lények vannak, a létrendi különbség egyre nagyobb. Tehát nincs az anyagi világban olyan létrendi különbség, mint mondjuk egy porszem és a legzseniálisabb, legtökéletesebb ember között, kisebb, mint egy angyal meg egy arkangyal között. És most képzeljük el ezt kinagyítva, hogy micsoda különbség van egy szeráf meg egy arkangyal között, de Isten ezzel is megalázta, hogy Mihályt taszította le, aki egy kicsike egy szeráfhoz képest. Ez nagyon fontos, és az ellen is föllázadt, tehát nem csak az ige megtestesülése, hanem Mária, aki egy teremtett lény, az Isten anyasága ellen, és az ellen, hogy őt az angyalok irányelévé teszi Isten, amikor majd megalkotná, és fölviszi a mennybe, és megkoronáztatja. Kérném a következő diát. Mi Isten terv az emberi társadalom természetéről? Paradicsomi állapotban egy lélegzett elállító civilizáció építésére hivatott. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy ez nem úgy volt, hogy ez egy statikus állapot lett volna. Az emberben rengeteg képesség van. Az őszülőknek még a bűnbeesés előtt adatott a parancs, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Nem a bűn következménye a szexualitás, vagy a gyermeknemzés. Még sokszor ez, hogy a munka, ugye kommunisták mondták azt, hogy az egyház nem becsüli a munkát, mert azt mondja, hogy a munka az a bűn következménye. Nem igaz, mert ez a második parancs, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez az uralom, ez nem egy leigázás jelent, hanem kormányzást. Nem véletlenül hangzik el az angyalok ajkáról, hogy galileai férfiak mit álltak itt az égre beledve, stb. Illetve leírja később a népek apostola, hogy vajudva várja a világ Isten fiainak megnyilvánulását. Egy növény is, egy kődarab is, tehát minden az ember szolgálatára van állítva, hogy azon keresztül Isten dicsőségét szolgálja. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az más kérdés, hogy a munka az verejtékes lett, bogáncsot terem a föld, ez egy más kérdés, illetve fájdalommal szüli a gyermekét az asszony, de önmagában ez nem a bűn következménye, ez egy félre magyarázása a kereszténységnek, meg egy propaganda, egy ellenpropaganda, egy olyan propaganda, ami hamis propaganda, hazug propaganda. A sátán nem véletlenül az isteni terv emberi oldalát akarta elpusztítani, a gyökerét. Tehát itt lehet mondani, hogy a teremtés felékesítése, a kozmosz kozmetikálása, hogy így mondjam,
lett volna a felelőtük, a társasrét, család, nemzetség, állam ugyanúgy kialakult volna, az ősbűn nélkül is, és a műveltség, a kultúra ugyanúgy fejlődött volna, csak bizonyos bukdácsolások nélkül, meg kétoldalúságok nélkül. Azonban egy síralom völgyében is folytatódik a terv kivitelezése, ahol Isten a saját tevékenységének hatékonyságát továbbra is az emberi együttműködéstől teszi függővé. Nagyon fontos, erre majd kitérek, hogy az emberi természet nem lényegileg bukott meg a katolikus tanítás szerint, erre részletesen kitérek. Itt nagyon fontos, hogy a társadalomban van egy kölcsönösségi törvény, van tevékeny és szem, aktív és passzív elemek, de hatásbeli kölcsönhatáson a hierarchia törvénye. Ez két oldalú, de nem egyenlő, mint a bolygók és a holdak viszonya, hogy így fogalmazzak. És akiknek több adatik, több is kérhetik számon, eredeti terv szerint arra hivatnak az elitek, hogy a környezetüknek Isten még jobban tükröztessék, és annak szellemében gyakoroljanak hatalmat mások felett. Tehát amikor az egyik ember fölött, akár a szülők a gyermek fölött hatalmat adnak, vagy egy uralkodó a népe fölött, vagy akár csak egy ispán, de mondhatnánk egy püspök vagy egy pápa, ez viszont nagy felelősséget is ad Isten, mert aki egy kicsigek közül a legkisebbet megbotránkoztatja, jobbannak a malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Tehát az emberi hatalom az nem abszolút, egy másik ember felett, az feladattal és felelősséggel adatik. Pontosan a másik ember szolgálatára is. Kérném a következő diát. Köszönöm. Isten tervének eltorzítása, hogy a sátáni ellenterv, a rend elleni gyűlölet, a szeretet elleni gyűlölethez vezet, ami létrehozza bizonyos értelemben a gyűlöletnek a szeretetét. Ez ugye a bűnnek a titka, a gonoszság titka, a mysterium iniquitatis. A gonosz a szeretetéért feláldozni a valódi önérteket, az üdvösséget is. Ez a teljes őrület, ugye észszerűtlenség, logikátlanság, logosztalanság, a teljes elvakulás, elsötétülés. Nagyon fontos, hogy ez a vágyálmod gyönyörű, a Gaudium Fantasticum. Egy belső kínzó kettősség váltakozása gyötri az isteni szeretet lángját, pokoli tűzként éri meg a sátán és az ő csatlósai, akik elbuktak a bukott angyalok. Ő az igazán mániákus, depressziós és a többi elkározott ördög és ember. Először is csak azt mondja, hogy én létezem, isteni alanyként öntételezi magát és egy önző imádatba megy, de ezt úgy teszi, hogy mindenki más semmisüljön meg, csak én létezzek. Nincs benne szeretet. De ugyanakkor gyűlöli a létezést, ebben önmagát is megsemmisítené, mivel minden lét valamilyen formában, a legösszetörtebb formájában is valamit tükröz Istenből, akár az ő igazságosságát is, de a saját létét nem tudja megsemmisíteni, Isten hoz létre, tart létben, és irányít célra, tehát ennyiben ő nem ura önmaga létének, tehát egy szellemi lény, az időbeli örökkévalóságát azt nem tudja meg, már azt a fajta időbeli örökkévalóságát, ahogy az elején fogalmaztam, nem az isteni értelemben, mert nem tudja megsemmisíteni. A történelem ezért nem más, mint az Isten városa és az ember városa közötti harc, a teokrácia és igazából az őr, én ezt pontosítanám egy picit Szent Ágoston, bár nem úgy értette az Isten és az ember városát, ahogy mi szoktuk érteni, hanem hogy az Isten ember városa és az első Ádám és a második Ádám városa. Itt lehet ezen, hogy az egyház és az állam kettősét is szokták alatta érteni, de én egy kicsit más irányba vinném el, hogy nincsen valódi szekularizáció. Tehát ha Istent kikapcsoljuk a világból, egy istentelen társadalmat hozunk létre, mert ezt jelenti tulajdonképpen, akkor nem humanizmust építünk, abból nem jön létre egy emberi nagy építmény, hogy mondjuk a szabadkőművesek elképzelik, hanem végül ez természet ellenessé fajul, láthatjuk napjainkban. Tehát a teljes kifordulás, LMBTQ, meg egyéb problémák, ugye láthatjuk, hogy a végén már nem az van, hogy a természet felettitől van a természet megfosztva, hanem tovább meg. Ugye ez a Gaudium Fantasticum, amiről mondtam, hogy annak képzelem el magam, én egy kiskutya vagyok, ezt fogadják el. Hát régen ugye az ilyen embert a vigyázba zárták, hogy ha csendes őrült volt, akkor ráhagyták. De ma meg már ezt én fogadjam el, hogy ő egy kiskutya, mert ha nem, akkor még én gyűlölködöm.
Tehát ugye ez egy, itt azért látni kell, hogy és ezek az emberek is áldozatok ebben. Azért hangsúlyozzuk, hogy ez a legnagyobb tragédia ebben az egészben, hogy az a fajta a rend elleni lázadás az már a teljes széteséshez tud elvezetni. És akkor itt kérném a következő diát, hogyha lehet. Krisztus királysága, mint a történelem lécia, és ez nagyon fontos itt a Földön is, ahogy az utolsó sorban írtam, jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Nem véletlen ezért vezettetek be Krisztus királyságának az ünnepe. Ami nagyon érdekes, hogy a II. Vatikáni zsinat után az egyházi évnek az utolsó vasárnapjára helyeztetek. És mi ebben a nagyon érdekes, hogy eredetileg október utolsó vasárnapja volt, méghozzá, köszönöm szépen, méghozzá a Minden Szentek ünnep előtt, amikor az Eklézia triumfáz, a megdicsőült egyházat ünnepeljük, hogy előtte kell eljönni a Krisztus királyságának, nem utána. Mert hogy utána raktuk, hát persze, hát majd eljön ítélni Krisztus az idők végén, új eget és új földet teremt, a végtelen boldogság lesz. Hát addig ez van, hát nem tudunk mit csinálni. Én ezzel maximálisan nem értek egyet. Ha valaki elolvassa az 1925-ben napvilágot látott Quas Primas enciklikáját 15. Piusznak, vagy ezzel kapcsolatban akár Horváth Sándor Domonkos áldozárnak, a Dömés áldozárnak a kiváló beszédsorozatát, ami a Tököli úti Rózsafüzér királynője, akkor még Domonkos templomban tartott, akkor teljesen világos, hogy ez nem a Krisztus idők végén eljövő teljes uralmáról szól, hanem már itt a Földön minden neki kell alá, a történelem parancsszava Krisztus királysága munkatunk itt és most is. Ez nagyon fontos. Bár mindenek előtt lelki és természet feletti Krisztus királysága, egyben időbelinek és természeti társadalmi valóságnak is kell lennie. És itt jön a kérdés, hogy megakadályozhatja Isten földi történelmi tervét, mert az világos, hogy Krisztus legyőzte a halált, az embernek örök üdvösséget adott, eljön majd az örök üdvösség, ez nagyon szép, ezt bárhol vasárnap meghallgathatják prédikációként. És az ember erre törekedhet, de hogy a földi létviszonyok között a külső megnyilvánulásban, nem csak a belső békesség és átélés szempontjából várhatunk-e még valamit. Ez itt a nagyon fontos. Az Ószövetségi Szentírás minden lapján is szinte olvasható, hogy a nemzeteket örökségnek, a messiásnak ígérte az Isten. Nyilván nem olyan értelemben, hogy rabszolgái lesznek a zsidóságnak, ez egy többfajta értelmezés van, hanem hogy minden nép Krisztusban választott lett, és van sajátos Krisztustól akart célja. A japánoktól kezdve a patagóniai indiánokig mindenkinek. Ez nagyon fontos. Nekünk is, magyaroknak és magyarságnak. De ez egy nagyon fontos. Minden nép és nemzet köteles Jézus Krisztus uralmának alávetni magát, megdicsőíteni őt. Megtagadna ezt a mennyei atya a saját természetszerű fiától. Hát akkor milyen? Akkor egy bohóc, akkor nem király Krisztus. Ha nem ő uralkodik a mi szívünkben, a mi családunkban, a mi társadalmunkban. Ezért kell küzdeni, ez kell meg, amit mi hozzá tudunk tenni. Ugye ott Lervoy Szent Bernát mondta, hogy imádkozz úgy, mintha minden Istenem volna, és cselekedj úgy, mintha minden rajta. Nagyon fontos, hogy királysága nem korlátozódik csak a mennyre, és az évumra, tehát arra az örökké valóságra, ami az utolsó ítélet után jön. Ez nagyon fontos kitétel. Ez egy nagyon fontos pont. Tehát itt a történelemben is igenis van még mit remélünk. Mit remélhetünk is volt? Kérném a következő diát. Először is egy kis kronológiai értelmezését az időnek. Sokszor mondjuk, hogy az Úr megtestesülésének ehányadik évében, hogy Anno Domini Incarnationis latinul. Ezek a sarokpontjai történnek Krisztus előtt, Krisztus után. A Genesis, a teremtés, a megtestesülés, a parusia, ugye az első eljövetel és a második eljövetel, ami mintegy keretezi az egész történelmet. És akkor kérném a következő diát. És akkor mi a teremtésnek a rendje, illetve ennek az időbeli ügytörténetnek? Mert mondhatom, hogy az ügytörténet és a történelem szétválaszthatatlan. Minden annak, hogy én kiveszem most a zsebemből a kezemet, vagy berakom, nincsen közömbös cselekedet. Minden cselekedet vagy az isteni tervek szolgálja, vagy az ellen van. Minden tudatos emberi cselekedet természetesen, de
igazából minden percben szemlélődhetünk, kontemplálhatunk azon, hogy mondjuk ez a kép, vagy ez a pohár is, ha csak rátekintek, ez mit mond nekem, Isten, mit üzen vele. Ha most így vissza, pár diával visszalapoznánk, nem kell, mondhatnám, hogy az állatokról, amikor beszéltem, hogy az állatoknak fejlettebb az érzékszervük, mondhatják el, hogy a sas messzebb lát, de az ember belát. Az ember be tud látni a dolgoknak, láthatja azokat a transzcendens üzeneteit, amelyek a szimbólumokon, a érzékelhető dolgokon túlmutatnak. Nos, de nézzük a teremtés rendjét ennek megfelelően és az ügytörténetet. Megteremti Isten először az angyalokat, felemeli az angyalokat, következik Lucifer lázadás és harca Szent Mihályon levétettése, utána az anyagvilágnak a megalkotása, a felékesítés, szétválasztás, a felékesítés, az ember megalkotás, az ember felemelése, Éva megalkotása Ádámból, az első nő, az első férfiúból, az ember bukása a kígyó képében kísértő által, majd pedig az ős evangélium meghirdetése, Genezis, ugye teremtés könyve Mózes első könyvének, 3. fejezet 14. versében olvasható, hogy ellenségeskedés lett te közé és az asszony közé, te ivadékod és az ő ivadéka közé. Amaz a fejedet tapossa, te pedig a sarka után kapkodsz. És ugye itt protestáns atyánkszéktől elnézést kérek, tudom, hogy Mózes szarvai, hogy jeromosi szarvas hiba, azért Jeromos elment a Szentföldre, ott tanult meg rabbiktól is héberül, a születés betlehemi barlangba szinte megvajutta az Isten igéjét latinul, tehát azért az ő fordítása eléggé megalapozott, és ma már a filológia kezdi ezt visszatenni. Ugye mondták, hogy nőnembe, vagy ipsa conteret, hogy egy nőnemű egyet tapossa el a fején. Hát nem Krisztus, aki így jó taposó. Erről nekem egy kedvenc képi ábrázolásom az, barokkorban elég kedves ábrázolás volt, amikor a szűzanya tapos a kígyó fején, de az éppen tipegő kis Jézusnak fogja a két kezét, és az édesanyja lábán van, a kígyó taposó lábán a Krisztusnak a lábfeje, kicsiny lábfeje. Tehát ezt a vitát én ezzel úgymond lezártnak is tekinthetném. Nyilván Szűz Máriának az érdemei is viszonylagosak, mint teremtmény Krisztustól függenek, de ő bűn nélkül fogantatott, az áteredő bűn nélkül, erről még fogok pár szót szólni a történelem korszakolása szempontjából. Fontos, hogy lássuk a keretet, hogy mik az ember képessége az egyes szakaszokban, és a többi, és a többi. És az ős evangélium egyébként bármely népnek a hitregéjét megvizsgáljuk, ez megtalálható. De most visszamehetnék a nagyon régi anyaábrázolásokig, a gyerekrajzoknak az elemzései. Tehát ez egy olyan őskép, egy olyan ős igazság, ami az ember természetbe beleoltatott, és a népek ez emberi nem hagyományaiban is részletesen megtalálható, túl az Ószövetségnek az Isten sugalta lapjai. Tehát ez nem Mózes találta ki, ez egy olyan igazság, ami egymástól függetlenül és elszigetelt módon lévő népeknél föltalálható ős igazság, az ős evangélium meghirdetés. Kérném a következő diát. Ja, igen. Az ember időbeli létállapot, ez nagyon fontos, mert a következő, ez gyorsan átsiklunk ezzel, hogy akkor hogyan tudjuk az embert nézni. Először is nézzük meg azokat, amelyek tényleges állapotok, most ezeken csak gyorsan végig siklunk. A felemelt természet állapota, ugye a status naturae elevate, vagy az eredeti megigazultság, amely az ember mikor megteremtetett, a paradicsom kertjébe helyeztetett, ahogy olvassuk. Tehát van az embernek a természete, és ahhoz adatott az Isten járulékként az ember lényegéhez, természetéhez. Ugyan az ember értelmes, eszes és akaratszabad lélekből és érzéki, anyagi testből álló összetett teremtmény. Ez az ember legrövidebb definíció, függetlenül férfi, nő, magas, alacsony és a többi. Ez az általános emberi természet, amiben persze vannak különbségek. És ehhez az emberi természethez adatott egy természetfeletti eredeti szentség, ennek az adománya, természetfeletti adományuk, a dona supranaturalia, vagy a donum supranaturale, hogy az eredeti természetfeletti szentség, ez által az ember elérheti a természetfeletti célját, azaz Isten színről színre látását, az üdvösséget.
vala természeten kívüli eredeti épség adománya az integritas originalis, preternaturalis, ugye természetben nem supranaturalis, ami által ezt könnyedén elérhette volna az ember, az őszülők. Mit jelentett ez a rendezetlen kívánságtól való mentesség? Az, hogy a gyönyörködtető és a hasznos jó, az erkölcsi jóval nem kerül soha szembe az emberrel. Ugye mi azt tapasztaljuk mindig, mondjuk van egy értelem által felismert igazság, és van az értelmi ismerethez kötött törekvés, ez az akarat, a szellemi akarat. És vannak az emberben szenvedélyek, amik az érzelmi megismeréshez kötött törekvő képesség az emberben, és ezek van, hogy összhangban vannak, ekkor érezzük, hogy szárnyalunk, meg így mennek a dolgok, ez az ideális állapot. Van, amikor szélcsebb van, ezt hívjuk lelki szárasságnak, hogy ugyan megtesszük a dolgot, mert tudjuk, hogy ez kell, ez a kötelességünk, de nincs, ami visszahúzna, de úgy nincs kedvünk hozzá. És van ugye ez a kísértés a saját természetünk, amikor szembe megy ez. Tehát, hogy pénteken elmegyek egy húsbolt mellett, nyilván jót beleszippantok a levegőbe, hát megindul a vágyam, és hát nyilván könnyedén az ember esetleg vissza tudja magát fogni, hogy megegyen egy májas hurkát, de ő magában ugye a bőjt miatt az ember tudja, hogy ez önmagában ugyan gyönyörködtető jó lenne, vagy találok az utcán egy pénztárcát benne 20 ezer forinttal, azt zsebre teszem, vagy pedig megkeresem a tulajdonosát, vagy látom, hogy ott kiesett valakinek a zsebéből. Ugye a hasznos jó lenne, ha én azt zsebre tenném, de nem lenne erkölcsi jó. Értjük ugye a különbséget. Tehát viszont ez nem volt ez a belső kísértés a rosszra, ami a mi természetünkkel együtt jár. Ez nem volt meg az őszülőkben. Tehát a teljesen hierarchikusan az emberben van egy belső hierarchia és a szellemtől kiindulva az ember anyagi ösztön létéig. Ez egy tökéletes összhangban volt az őszülőkben. És megjegyzem az üdvözítőben és Szűz Máriában is az eredeti bűntől. Tehát ez vonatkozik Jézus Krisztusra és a boldogságos Szűz Máriára is, amit most látunk. Bennük még azért több is megvolt, főleg Jézus Krisztusban, de erről majd még különbeszek. A meghalás szükségességétől való mentesség volt. Az ember természete az, hogy a teste elporlan. Ez de nagyon fontos, hogy ettől mentek voltak az őszülők egy külön adománya, úgy, hogy szűzanya is elszenderült, nem meghalt, külön vált ugyan a lelke és a teste, de a teste nem indult oszlásnak, a lelke a boldogító színe, istenlátásunktól, stb. A szenvedés szükségességétől való mentesség is megvolt, az értelem a kiváló tudás volt, az akarat pedig a természet fölötti könnyű és biztos uralom. Hát ahhoz hasonlítja, amikor az üdvözítő lecsendesítette a tengert, meg hasonló, meg lehetett áll, ez nem feltétlenül egy ilyen isteni külön kegyelem volt, ez a természet, az eredeti épséggel rendelkező emberi természetnek a sajátja. Na most, amikor elkövették az őszülők az ősbűnt, akkor ezektől fosztattak meg. Ebben van ugye a lényegi különbség a katolikus és a protestáns teológia között, mert Luther azt mondta, hogy ezek a dolgok, ezek nem külön adományok voltak, hanem az emberi eredeti természet része, és az ember gyökeresen megromlott, és nem képtelen a jóra törekedni. Nincs az ember minden utálatos Isten szemébe az ember a jó cselekedetet is végez. Tehát egyedül Isten kegyelmén áll az ember üdvössége. Ezt hívják ugye depraváció totalisnak latinul, és ez a depriváció, tehát amikor ezektől való priváció, megfosztatás, de az emberi természet a helyreállítandó, bukott természet állapotában is képes a jóra. Tehát a katolikus egyház nem mondja azt, hogy mondjuk az ember a tiszta természet, vagy a megfosztott természet állapotára, egy pogány ember is nem tud jóra törekedni, jót fölismerni, az Isten akaratát keresni. Luther viszont azt mondta, hogy nem, tehát az emberiség egy nagy... Itt ezért mondta mindig az Isten és az ember képet vizsgáljuk meg. Kérném a következő diát. Ezt már ugye kifejtettem ugye a természet, úgyhogy kérhetem a következőt, ugye világos, hogy a természet feletti. A helyreállítandó természet állapota, ugye röviden leszögezem, hogy a történelemben háromfajta állapot van egy-két kivételtől eltekintve, az emberek többségére ez jellemző, az eredeti állapot, ami az őszülőké volt, a helyreállítandó természet állapota, a keresség előtti állapot, a keresség szentsége előtti állapot, egyébként az elnyerhető ugye a vágykeresség által, a víz, nem csak vízkerességgel. Tehát Krisztus előtt is az emberek meg tudtak igazodni, ugyan nem kapták meg a természet feletti
ruhát, nem mosatott le róluk az eredeti bűn, azért Krisztus alászállott a Seolba, nem a poklokra, nem a kározottak közé, hanem az atyák tornácára, abba a természetes boldogságba, ahol a Krisztus előtt ők igazak éltek. Az őszülőktől, Ádámtól, Évától kezdve mindenki, és őket vitt el a természet feletti boldogságra, ugye Krisztus emberi lelke alászállott nagy szombaton, és meghozta nekik az örömét. Na most itt ugye tovább menve a helyreállítandó természet állapotáról, ez ugye az eredeti bűn állapota megváltás ígéretével és reménységével. Röviden az ős bűn, mint mondtam, az eredeti szentségtől és az eredeti épségtől való megfosztottság. Nagyon egyszerű, erre mondta az Chestertől, hogy olyan egyszerű, mint egy villanypószra vagy egy darab burgonya, hogy a legempirikusabb, legtapasztalhatóbb dogma, mondják, hogy milyen misztikus, meg kellett halni az őszülőknek, sokat szenvedni végül meghalni, nem értelmük elhomályosul, akaratuk rosszra hajlul, sokat kell szenvedni végül meghalni. Hát ezt mindannyian tapasztaljuk. Tehát én is azért, hogy sokszor, hát nem is a halál, tehát a szenvedést és az értelmünk elhomályosulását és az akaratukról nem elsötétül, tehát nem teljesen rossz meg az akarat, csak könnyebben tesszük a rosszat, mint a jót. Erőfeszítés, törekvésre kerül. És ugye az állandó zaklatottság a sátán rabságába kerültek. És a természet járulékaiban nem lényegileg, mint Luther mondta, sérült, lelkileg az értelem megfosztatott az okosságtól, a tudatlanság sebe, az akarat az igazságosságtól, a gonoszság sebe, küzdőszenvedelmek megfosztása a bátorságtól, a gyatraság sebe és a vágyszenvedelmek megfosztása a mértékletesről, ez a rendezetlen kívánság. És a testi, hát a sok nyavaja, amit tudom, szemüveges vagyok, sorolhatnám tovább, tehát rengeteg nyavajával küzdünk. Ez mind ennek a következménye, de nem lényegileg, hanem járulékulag sérültek. Ezért az ember, hogy a természetes erényekre is erőt kell kifejteni. Hát ezt még Buddha is fölismerte, ugye a sebzett nyíl, hogy az ember természet olyan, mint egy nem halott, hanem sebzett, és ki kell húzni a nyílhegyet, meg törekedni kell az embernek az erényre, vagy verném a sztoikus bölcselőket, a görögöknél sorolhatnám tovább. Ez viszont lelki erőfeszítés, koncentrációt igényel, mert az ember nem olyan könnyedén tud ezekre sokszor szert tenni. Tehát az ősbűn az embernek egy általános tapasztalata, arról nem beszélve, hogy az emberi nem hagyományaiban erről is van bőven szó. Kérném a következő diát. De hogyan lesz áteredő bűn az ősbűn? A bűn és büntetés tartalom átszállott az egész emberi nemre. Ahogy Akvinus Szent Tamás fogalmazott, Ádámban a személy ront, megint a személy és a természet, a kis valaki és a valami, a micsoda és a kicsoda közötti különbség. Ádámban a személy rontotta a természetet, ivadékaiban a természet rontja a személy. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis az eredeti épség és szentség állapota természetes nemzéssel adatott volna át az emberekre. De nem ebbe az állapotba, hanem az ettől való megfosztottságban fogadunk és születünk minket. Nagyon fontos, hogy Isten másképp tudja be, másképp bünteti és másképp szabadít meg az eredeti és a személyes bűnöktől. Tehát a bűn, már beszéltem itt az ugyanolyan értelem, egy analóg fogalom, nem univok értelemben ugyanaz az eredeti bűn és a személyes bűn. Az eredeti bűn egyformán súlyos mindenkiben, a rendetlen kívánság ereje nem miért, mert mikor föloldódott az eredeti megigazultság köteléke, még mindenkiben egyforma, elszabadult az addig lekötött természet, mely már nem egyforma mindenkiben, hanem a test belső alkatai szerint különböző. Hát ennyi volt rasszista Akvinói Szent Tamás, de mondható, hogy nyilván a különböző habitusban valakinek könnyebb ellenállni, hogy nem szokik rá soha a cigarettára. Valaki egyet elszív és egész életében függő lesz tőle. Valakinek inkább ilyen, de ez az állatoknál is látható, ugye a test habitusa szerint, hogy más egy lipicai ló, meg egy muraközi ló, vagy a cirmos cica, vagy a trikolór, ugye ez egy sokkal vadabb termék, ugye van itt állatorvos tudhatja. Ez nyilván a test belső különbözőségéből adódik. Tehát a természet feletti szempontból az attól azonos, de a lekötött természet, amit a természeten kívüli adományok fogtak vissza, az a test belső alkata szerint különböző. Mindenki másra hajlamosabb védkére, vagy más erényeket könnyebben tud elkövetni. Nyilván Isten így is mérlegeli az isteni bíró előtt, hogy mindenkinek a képessége szerint, hogy mi az, ami neki egy nehezebb
dolog, másnak meg könnyedébb. Kérném a következő diát. A verő szentségben helyreállított természetállapot. Ez a keresség utáni állapot. A természet feletti megszenteltség helyreállítása a természeten kívüli épség nélkül. Ez azért fontos, mert nagyon sokszor megjelent az, főképp a II. Vatikáni zsinat után, hogy Krisztus helyreállította az emberi természetet, megváltott minket, és akkor örüljünk. De nem a paradicsomi állapot jött vissza, azért ezt ugye senki nem gondolhatja komolyan. Tehát a paradicsomi állapotról szóló, nem csak a Szentírás tükrözi fel a hitregéket, hogy milyen a tündérek országa, bármi, hát nem ez az állapot. És az emberiség érzi, hogy valami nincs rendben. De a természet feletti kegyelem visszajött, viszont ebben annak ellenére, hogy a természeten kívüli adományokat nem kaptuk vissza, részben azért ezeket is tudja a szentség, ezekre a szentségben előre haladunk. Tehát erényeket gyakorolnunk, szentségeket vennünk, Szent Jónás, Eukarisztia, ami által erősödhet a természetünk, és ha ér minket bármilyen szenvedés vagy kísértés is, azt az ember már más perspektívából tudja látni, és tudatosan föl tudja ajánlani, hogy ezzel is az engeszteléshez hozzá tudjon járulni. Akkor kérném a következő diát, hogy itt felsoroltam, hogy milyen lehetségesek vannak, hogy a merő természetállapota, ez igazából nagyon rövid ideig az őszülőké volt, amit föl nem emeltettek. Vannak ott olyan, hogy megkapja valaki a természeten kívüli adományokat, a görög-keletiek ezt vallják többek között, de nem volt megszentelő kegyelme az őszülőknek. Az, hogy csak megszentelő kegyelem van, de nincsen az eredeti épség, nem megyek bele. Van a bukott természet állapota, amikor nincs megváltás ígérete és reménye nélkül az eredeti bűn állapota lenne. Isten így is hagyhatta volna az emberiséget, és megyünk a pokolba. Van a merő épségben helyreállított emberi természet, hogy a természeten kívüli épség megkaptuk volna, de a természet feletti megszenteltséget nem. És a szentségben és épségben helyreállított természet állapota, ugye ez nem helyreállított, illetve olyan értem, hogy megváltatott a szűzanya is, tehát Krisztusra való tekintettel ment az eredeti bűnről, ő is megváltásra szorult. De tulajdonképpen a szűzanyában ez a természet helyreállt, és nem véletlenül azért, mert ebből vette fel az emberi természetet az örök Isten ige. Most ugye itt fölmerülhet több kérdés mindezzel kapcsolatban, hogy miért büntet az Isten örök kárhozattal egy véges bűnért? Azért, mert a sértett fél Isten. És ugye megfelelőségből, mert Isten azt is mondta, hogy megbocsátok mindenből. Miért kell Krisztusnak megtestesülni és szenvednie? Krisztusnak azért kellett megtestesülni és szenvednie, mert ha Isten az igazságosságának is helyt akar adni, ahhoz erre van szükség. Ez nagyon fontos. Ugyanis mondhatnák, hogy van nagyobb fizikai szenvedés, mint amit Krisztus átélt. Mondhatnák, ez így van. Tehát a fizikai szempontból, hogy mit egy kisgyermek szenved rákba és meghal két éve, mit vétett az, és többet szem, vagy a szülők, amit szenvednek, hosszabb ideig, és sorolhatnám tovább. És ezzel még nem követtem el Isten káromlás, vagy bármi más. Viszont aki szenved, ez itt a lényeg, az örök Jézusnak, amikor ad egy pohár vizet, mint a Ben-Hurban, a legkisebb cselekedete végtelen érték, mert aki cselekszi, az a második isteni személy. Ez nagyon fontos, tehát még a szűzanyának és a világ összes erénye, ami van, Krisztusnak a legkisebb jó cselekedetenek a végtelen érdemével nem ér föl. És ezért, hogy Krisztus engedelmes volt értünk, tehát az életével és halálával váltott meg, hogy ő törvénytartó tudott lenni. Ne felejtjük el, hogy az Ószövetségben az utolsó proféta, talán Mikéás, most bocsánat, ha tévedek, valaki javítson ki, az utolsó szó az Ószövetségben az, hogy átok. Eljövök, hogy ne sújtsam a földet átokkal. Az Új Szövetségben az, hogy áldás. Hogy tulajdonképpen az ember arra jöhet rá, mint ahogy Konfúciusz is, hogy nincs a világon egyetlen igaz ember, vagy Platón. Én még nem találkoztam igaz emberrel. Krisztus az, hogy kivádolod közületek bűnnel. És az ember nem, ha megtettem egy rosszat, azt nem tudom helyreállítani, nem megtörténtíteni. Hogyan lehet ezt áthidalni? És amit a legkisebben tettetek, nekem tettétek, mert Krisztus fölvette az emberi természetet, és így valamiféleképpen minden emberrel egy lett. És én néha úgy képzelem el a különítéletet, hogy akkor majd azokat az embereket, akikkel szemben én bármit tettem, én az ő szemszögükből is fogom magamat látni.
sok, ez nyilván nem egy dogma, csak hogy egy érdekes eszmefuttatás. Ugye ez egy nagyon fontos pont ehhez kapcsolódóan, hogy a sértett félisten is ezért az isteni igazságosságnak megfelelően egy örökké valóságon tudja csak az ember helyrehozni egy véges teretni. Ezért van pokol. De ettől mentett meg Krisztus. Ez az evangélium, hogy én nem tudom, én hiába tartom meg a törvényt, nem csak a 10 parancsolatot, bármilyen Isten nincs olyan, mert belsőleg a természetem a természet feletti kegyelemtől megfosztatott volt. És Krisztusnak meg nem is, az emberi természetében a véges 33 éve alatt is tökéletesen el és végtelenül felülmúlja a bűnöket. Ez az örömhír, és tudunk üdvözölni. Ha a bűn valóságát tagadjuk, az evangéliumot ássuk alá. Nagyon fontos. Enélkül az üsztörténet lényegen nem érthető. Ez az a keret. Kérném a következő diát. Ezek a többi lelki létállapotokról van nyilván a természet fölötti mennyország, az évum, ugye, amiről már beszéltem, először lelkileg, majd testi föltámadásban, testileg. Van ugye a gyerna, a pokol, az elkárhozás, van az időleges lelki, a tisztítóhely, a purgatórium, amikor az időleges büntetésekért, és amik nem halálos bűnök, azokért kell ott eleget tenni. Van a limbus, az atyák tornáca, és a kisdedeknek a tornáca, ugye a keresztelemlenül meghalt gyermekek, ez egy külön érdekes téma. Most abban nem megyek be a Cajetanusnak a gondolatába, hogy a lelki adoptálás, amit páros atyáink is csinálnak, hogy a szülőknek a hitére való tekintettel a keresztelemlenül elhalt gyermek is, neki szándékuk volt megkeresztelni, erre lévén üdvözülhet, tehát ez már nem egy újdonság, ez már 14. században meglévő, illetve 15. században meglévő teológiai álláspont volt, de ebben most nem mennék bele. Másik nagyon érdekes, hogy Énok és Illék elragadtatása, amire még vissza fogunk térni, mert ez fontos. Kérném a következő diát. És ugye ennek megfelelően a történetben ezek a létállapotok változnak, hogy teremtés, felemelt természet, bukás, helyreállítandó természet, megváltott, helyreállított természet, jön a parúzia, és utána, bocsánat, nem írtam oda, teljesen megdicsőült, vagy ugye elkárhozott, elítélt természet, attól függetlenül, hogy az örök bíró a jobbjára vagy a baljára állítja az embert. Kérném a következő diát. Ez az a keret, amiben ki tudunk indulni. Egy másik nagyon érdekes dolog, és most kálomista atyám fiaitól idézek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy anélkül, hogy a különböző szövetségekről beszélnék, amit a Szentírásban is olvasunk, hogy Noéval kötött szövetség, Ábrahám, vannak ezek az úgynevezett fődus, vagy föderáció, vagy egyesség, de szokták szövetségnek is nevezni, de inkább a szövetségtől megkülönböztetve, ez egy egyesség, mint egy szerv, vagy szerződés. Köt az emberek szerződés, bizonyos felek, akkor annak vannak kritériumai, amivel érvényes a szerződés, érvénytelen, illetve vannak bizonyos záradékai, szankciói, hogy ezek a következmények, bocsánat, az ember bérel egy lakás, vagy bármi, de vannak erre megfelelő keretek. És alapvetően három ilyen egyességről beszélhetünk ennek megfelelően ebben a keretben, a történelemben. Van a megváltás egyessége, vagy a békesség tanácsa, ez öröktől fogva, hogy a három isteni személy, hogy akit az atya kiválaszt, azt a fiú eljegyzi, és akit a fiú eljegyez, azt a Szentlélek elpecsételi. Tehát akit Isten elrendelt, hogy az üdvösségre megadja neki a végső állhatatosság kegyelmét, vagyis az elégséges kegyelmet, nem csak a szükséges kegyelmet, itt nyilván van egy különbség, hisz katolikus szempontból mindenkinek ad az Isten elegendő, vagy a szükséges kegyelmet megadja, csak nem biztos, hogy elegendő kegyelmet, az csak akik az üdvösségre rendeltek. Most a katolikus predestináció tannak a bonyolultságban nem szeretnék belevenni a időhiányából sem, meg ugye eleve ennek a kérdésnek, hogy az isteni mindentudás és mindenhatóság és az emberi szabad akarat az hogyan kapcsolódik össze, még egy külön előadás is talán kevés lenne erre, hogy nagyon belemélyedjünk. Na most ez világos, és ez a megváltásból jön a kettő. Az egyik a cselekedetek egyessége, tehát hogy Isten megszabta a bizonyos parancsokat, amik ugye az ember a céljára irány, az ember a boldogságra törekszik, ennek megfelelően a boldogságot úgy tudja az ember elérni, hogyha természetének megfelelően törekszik erre,
ez a természettörvény, ami Istenlők törvényéből részesedik, ez az ember természetes eszénél fogva fölismerheti, de ki is nyilatkoztatta ezt Isten, tehát van tételes isteni törvény is, és ehhez kell szabni ugye a tételes emberi törvényeket, akár polgári vagy egyházi törvényeket, most ez megint egy külön fontos pont, de az a lényeg, hogy ez világos, hogy Isten a jóknak megfizet, a bűnösöknek is megfizet, a mindenkinek a cselekedetei szerint. Ez Ádámban megköttetett. És mi történik? Ádám megszegi ezt a parancsot. Meg lesz a következménye. És végül van ugye a hit egyessége, ugye ez a bizodalom egyessége, tehát nem feltétlenül abban az a fides fiduciát kell alatta érteni, tehát nem feltétlenül a hit tartalom vagy bizonyos dogmatikai tételeket, hanem az, hogy én a bizodalmamat, az üdvösségemet nem a saját erőmbe helyezem, hanem Jézus Krisztusban. Bocsánat, megvárom, amíg a hölgy lehallgatja, vagy csak nyugodtan. Szép pillanatot várunk, mi? Nagyon most már belefogok, bocsánat, így a zenei intermezzoért. A hölgy nevében is. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember nem önmagába veti a gyökerét legalábbis az üdvösségének, ha most katolikus szempontból nézzük, hanem ez is mondhatjuk, hogy a cselekedeteknek az egyessége, hanem Krisztus cselekedeteibe, akinek a természete tökéletes, és ugye végtelen értik a legkisebb cselekedete, mert emberi természet tesz ide Isten felé. Ezért írta a szeretett tanítvány, illetve bocsánat, ezt nem ő írta, hanem igen, a népek apostol, hogy saját fiát sem kímélte az Isten. Ez miért nagyon fontos tétel, hogy akkor az atya valami szadista? Nem erről van szó. Tehát az Isten, ha megfelelően akar megigazítani minket, hogy az ördögnek semmi vágya nem lehet, akkor valakinek elég tételt kell adnia a bűnökért. És Krisztus ugye véges időben cselekedte azt, itt jön be az, amit egy ember végtelenül tudna csak megfizetni, az összes emberért, egyetlen individuális emberi természetben, mert az Isten vette fel ezt az emberi természetet. Tehát aki cselekszi, az az Isten, de az a teljes, tehát emberi pszichéje is van, emberi értelme és akarata Krisztusnak, de az ő alanyisága nem az emberi szellemi lelkéhez kapcsolódik, hanem az Istenségéhez. És ezáltal, hogy ő a fogantatásától a törvénytartó életet tett, ezáltal tudott a törvény átkától minket megszabadítani, hogy mi nem esünk ítélet alá Krisztusra való tekintettel. Ez nagyon fontos. És bármely ember, bármely e világra jövő ember, ugye az igazi világosság, aki megvilágít minden ember, csak Krisztusba vetett hit által lehet megigazolni. Tehát ez az alapja. Enélkül nem lehet, tehát aki Krisztus előtt is éltek, leírja a Aquinói Szent Tamás, hogy ezek üdvözülhettek-e, anélkül, hogy a keresség szentségében részesítettek. Igen, ha az elővendő helyreállítóba helyezték a bizodalmukat, ami az őszülőknek kinyilatkoztatott. Tehát ezzel minden nincs olyan ember, aki erről ne tudna, hogyha konkrétan neki Krisztusról nincs is tudomása vagy elképzelése. De az, hogy én nem azért fogok, mert én ezt megtartom, azt megtartom, mert meg kell tartani a törvény, megtörekedni rá, hanem Isten jön elém segítséggel, és ő majd valahogy helyreállítja ezt a dolgot, akit egyébként meg is ígért. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezért van az, hogy Krisztus által tudunk üdvözölni. És nagyon fontos, hogy irgalomnak a helye különböző állapotú lények között van. Tehát olyan emberek között, a másik tartozik valakinek, vagy bármilyen különbség van a kettőjük között, vagy Isten és az ember között pláne, bár az, hogy lérbe hozott, mint mondtam, az is egy irgalom, semmi nem kényszerít erre Isten, de az atya és a fiú között csak az igazságnak van helye, és az igazságosságnak. Hogy az igazságban szenteltessünk meg, hogy kérte a főpap imájában Krisztus. És ott nincs helye irgalomnak. Értünk bűnné lett Krisztus, az ő természetében hordozta el a mi bűneink. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezen áll az evangélium, ez az örök, ha ez nincs így, akkor nincs értelme az egésznek, akkor csak egy kedves kis mese az egész.
ez nagyon, nagyon fontos, és ez úgymond mind a kettő végig húzódik a történelmen, sőt a cselekedeteket is meg kell tartanunk, az nem lehet közömbös, hogy a 10 parancsolat. De nagyon fontos, hogy Krisztusba vessük a bizodalmunkat, hogy ő általa tudunk irgalmat és megváltást szerezni, amit természetesen, illetve nem természetesen, hanem Isten irgalmából az Anyaszentegyház szentségei közvetítenek, önmagukban hatékony cselekedetekként, mert a hit az nagyon fontos, az ex opere opera rám bízhat csak, tehát az a belső felkészültségtől függ, és kimondhatja, hogy mennyire felkészült, vagy megkapta a tökéletes bánat kegyelmét, viszont ezért Isten elénkbe jön és segít minket az ő kegyelmi eszközeivel, amit az Anyaszentegyházra bízott, a hét szentséget. Kérem, lépjünk tovább. Na most mindezeken túl ugye beszélhetünk hét szövetségről, a történelmünk végig húzódik az ő szövetség Ádámmal és Évával, erről már ugye volt szó, Noéval kötött szövetség, a vízözön után a pátriárkák, Ábrahám, Izsák, Jákob, a mózesi törvényadás után a proféták, ugye azért van, hogy a törvény, a proféták és az írások, és végül eljön a Krisztusi kor, van egy ilyen hetes felosztás. Egyébként itt röviden kitérnék a törvény és az evangélium viszonyára, és kérném a tovább léptetést. Igen, még mehet tovább. Erről már beszéltünk, hogy a megváltás, a cselekedetek és a kegyelem szövetség, ami az egész történelmen végighúzódik. Kérném a következő pontot. Erről is ugye beszéltem, hogy az úrjöveti szövetséget így fokozatosan az Isten az egész emberi nemnek a kivált, de az is elégtelen lesz, ők is megszegik a törvényt. Az emberi történelme egy tragikumba süllyed, amíg nem jön Krisztus, hogy ezeket mind meghaladja és beteljesíti, kérem. És mehet tovább, igen. Erről is ugye beszéltem, már az előbb ugye, hogy az ős kinyilatkoztatás, a pátriárkai kinyilatkoztatása, az írott része a dolgoknak. Nagyon fontos itt is, hogy nincs egy veszőcske sem, itt nem azt kell nézni, hogy mondjuk az az ember mit gondolt, hanem Isten is a szerzője a sugalmazott írásoknak, ami nem Krisztus arcát rajzolná meg valamiféleképpen. Ezért mondatot, hogy a mi okulásunkra irattattak ezek meg. Tehát az, hogy 30 ezüstért eladják, az asztal mikor jön el pontosan a Messiás, mert az nyilván az őszülőknek is kinyilatkoztatott, hogy jön egy ilyen helyreállító. Ez a különböző vallásokban is megtalálható, hogy jön egy ilyen nagy helyreállító. Most Fejér Zsófiának a meséjéig is elmehetnék. De az, hogy pontosan hol jelenik meg minden, ezt nem tudhatnánk az ószövetségi iratok közül. Ez a legnagyobb értéke ezeknek. Ez nagyon fontos. És itt az a lényeg, hogy Isten nyilatkoztatja ki magát. Tehát a balta és a favágó viszonya, tehát teljesen mindegy, hogy milyen az a balta, Isten azzal ki tudja vágni a fát. Tehát akkor is, ha maga az írások tesznek tanúságot sokszor, milyen hűtlen volt maga a zsidó nép, de Isten ennek ellenére be tudja a tervét teljesíteni. Ez is egyébként Isten örömhíre, hogy a legnagyobb sötétségbe és a világosságot el tudja hozni. Kérném a következőt. Hát nagyon fontos, hogy maga az üdvözítő ezeket elfogadta Isten sugaltáknak, a jövendőlések fontossága, és az ellenséges tanúságtétel egyedül valóság, erre mit értek ez alatt? És kérem szépen, ide jön Mohamed, és akkor azt mondja, itt hozom a Koránt. Hát ez erről szól, én vagyok Allah az egyedül Isten, Mohamed az ő proféta. Hát nagyon szép, meg jön Zaratusztra, akármi hozza az Avesztát, minden. Az ószövetségi szentkönyveket nem az egyház hozta létre, ugye? Nem keresztények írták le, hanem zsidók, mint az emberi írószerszámai neki az Isten kezében. A zsidóság nagy része nem fogadta el Krisztus, mint az eljött messiást. Ugyanakkor ezeket a szentkönyveket ő is szentkönyveknek tartja. Tehát annál jobb tanúság a bíróságon, egy jó ügyvéd is, amikor az opozíciónak a alperesnek vagy a felperesnek, attól függ, hogy ki melyik oldalon áll, a tanúit hozom fel igazából saját, vagy saját maga ellen tanúskodik, annak nincs, és ez vallástörténetileg egyedülálló a kereszténységben. Ez a harmadik fontos pontja, hogy miért fontos az ószövetségi szentírás, és azt mindig Krisztus fényében kell értelmezni, abban nyerje az igazi értelmét. Ez nagyon fontos, nem önmagukban. És akkor lépjük tovább, ha kérhetem, ugye itt van egy nagyon fontos pont, mert itt is jön ez a zsidó kereszténység fogalom,
Azt mondom, ez sok szempontból fából vaskarika egyébként, de hogy ilyenekről beszélnek, azért itt is azért pár dolgot tisztázunk kell, kérem. Először is ki a zsidó, legegyszerűbben megfogalmazott vallás, ha most mit hívő, nem mit népet gondolom, vagy kulturális, vagy származásban identitás, messiás váró. Nem jött még el az, akit az Ószövetségi Szentírás megjelent. Keresztény meg azt mondja, Krisztus hívő, messiás hívő, hogy eljött, és ez Jézus Krisztus, a názáreti Jézusban, ezek a proféciák beteljesedtek. Ő az, a megváltó, aki az egész emberi nemet megváltja, maga a megtestesült Isten. Tehát itt már ezért a zsidó kereszténységről beszélni ilyen értelemben, vallási értelemben abszurditás. Hát mert akkor vagy zsidó valaki, vagy keresztény. És most nem etnikumról beszélek, mert lehet japán, meg magyar keresztény, meg lehet zsidó keresztény is, tehát úgy, hogy mondjuk ő magát népiségileg zsidónak vallja, mint ember, tehát lehet ilyen, és ahhoz ragaszkodik, semmi probléma ezzel, de azt mondja, hogy Jézus a messiás, akkor hát próbálja ezt meg valaki, ugye van is ugye ez a tehát például volt egy nagyon érdekes, hogy az ember bármilyen vallású lehetett, hogyha ráadásul nem is a zsidó vallási törvények szerint, tehát az egyik nagyszülője zsidó származás, vagy zsidónak minősített a zsidó halaka szerint, akkor aliázhatott, tehát Izraelbe elmehet és állampolgárságot kaphat. Kivéve, hogyha keresztény. És erre volt több per is egyébként, nagyon érdekes. Szóval, hogy azért ez egy milyen érdekes dolog. Nem, lépjünk tovább. Tehát ez ugye egy alapvető különbség, ha ez megkörül. A másik, a törvény, a mózesi törvény. Itt a törvényről beszélnék, hogy az emberi cselekedeteknek a zsinór mértéke az isteni rendelkezés, az isteni törvény. Ez a természet törvény, ami örökkévaló, megváltoztathatatlan, vagy ugye megváltoztathatatlan, minden emberre vonatkozik, és minden ember felismerheti. A természet törvény, azaz, tedd a jót, kerüld a rosszat. Ez ugye minden embernek, minden vallásban, minden kultúrában ez megtalálható. Ez teljesen világos. Az ember a nevelése ellenére is ezek igazságot felismerheti. A segítőkegyelem, a lelkiismeret minden ember ajtaján kopogtat. Akár eltemeti magából, hogy ő rosszat tett, stb. Az akár egész életében vádolhatja őt. Ez ugye a természet törvény, ami a dolgok létviszonyaira vonatkozik, hogy a mi volt az embernek az eredete és a céljával összhangban cselekedjen, és a végső célja Isten akarja, és a cselekedeteket erre irányítja. Ennek a közvetlen mértéke a helyes értelem, a helyesen felismert törvény, a végső mértéke a természet törvénynek pedig az örök isteni törvény, a Lex Divina Eterna, ahogy Isten elgondolja a létviszonyokat és a dolgokat. A cselekedet az megint a potenciával, az aktusba való átmenete. Isten nem tilalomfákat állít, hanem ez ugyanolyan, hogy én egy benzines autóba dízelt megyek, akkor ledövik. Nem azért, mert az autó rossz, vagy a benzinkutas rosszat akar, hogy miért nem tölthetek bele dízelt, mert ellentmond a természetének. Célgátló, nem? A cselekedet természet adta célja szerint való. Ez nagyon fontos. Na már most. Emellett, mert az ember az eredeti bűn miatt, ahogy Isten léte, biztosan felismerhet az ember értelmére. De ezt kevés ember, nagy értelmi erőfeszítéssel, nagy akarati erőfeszítéssel és az értelem elhomályosulása miatt a tévedés nagy lehetőséggel ismerheti föl, Isten elébe jön az embernek és segít neki, úgy, hogy a csillagásznak a távcső segít. Tehát a szabad szemmel is láthatom a göncöl, de a távcsővel messzebb láthatom. Így segíti az emberi természetet az isteni kinyilatkoztatás, a tételes törvény, amit a zsidó népnek Mózesen keresztül Isten megadott. És ennek a foglalata a 10 parancsolat, a természet törvény, ami lényegében azonos a természet törvénnyel, illetve az erkölcsi parancsok, amelyek örökkévalók, és a természeti törvénye lényegében összhangban vannak. Ez belső hozzáállást is mutatja meg az általános erkölcsi szabályban. A szertartási törvények az Isten felé való külső cselekedeteket szabályozták, amelyek előképezték a messiásnak az eljövetelét. Az ezek végzése által az ember a külső, direkt, közvetlen büntetéstől mentesült, nem törölték el a bűnt, a borjak és a bakok vére, ugye a zsidókhoz itt levelben olvashatjuk, hogy törölhetné el a bűnt. Tehát ezek önmagában
az ember csak bűnbánatra indították, illetve a direkt büntetéstől őt megoltalmazták, vagy a közvetlen haláltól. Az ítélkezési törvények, azok pedig az embertárs fele szabályozták az életet. Ezek összhangban vannak az erkölcsi törvénnyel, de nem szükségszerűen következnek belőle. Tehát ezek nem örökkévalók, ezek a tételes törvények. Isten máshogy is szabályozhatja a neki való tiszteletet, és máshogy is, vagy tökéletesebben az embertárs iránt szertartásokat, amit Krisztus megtett. Tehát amíg ez eltörölhetetlen, ezek eltörölhetők. Az ítélkezési törvények többsége meg is szűnt Krisztus korára, hisz elvétetik Júdától a fejedelmi pálca, megszűnt az ószövetségi teokrácia, nem volt Izrael népe királyság alatt, illetve az idumeai Heródes, egy nem zsidó ült a trónon, mert igazából Dávid sarja lehet király, tehát egy tréfli volt, hogy így mondjam, Heródes. De még egyébként a makabeusok is, amikor trónra ültek, hisz Lévi törzséből valók voltak, tehát nem lehetnének zsidó királyok törvényesen. Tehát megszűnt, ugye meg római uralom alatt volt már a Szentföld. A szertartási törvények pedig fokozatosan szűntek meg. Először, amikor Krisztus bemutatta a tökéletes, egyszerű engesztelő áldozatát, amivel mindenkinek a világon üdvössége van. Ebbe való, akár bennfoglalt hit által, bárki e világra születő embernek. Amit csak előjeleztek árnyékszerűen ezek a szertartások, ketté is hasadt a templom kárpítja, mit tudjuk, ahogy a passióban ez gyönyörűen kiábrázoltatik Mel Gibsontól, volt is miatt a nagy fölhördülés. És nagyon fontos, hogy addig ezek éltek és életadók voltak, hogy Szent Ágoston mondta, ugye, hogy nek mortifera erát, hogy nem voltak halottak és halál okozott sem. Ezután ezek meghaltak, amit egyébként a Talmud bizonyít, például azzal, hogy engesztelés napján kiraktak egy véres gyapjút, ami hófehérré változott. És ez a templom a szentély elhamadás előtt 40 nappal megszűnt, hogy Isten előtt már nem voltak kedvesek azok az áldozatok. És mi történt 40 évvel a szentély elhamadás előtt? Krisztus keresztre feszítése. A másik pedig ugye abban tanúskodik, hogy fölteszi a kérdést, hogy miért romboltatott le az első szentély, mert három égbe kiáltó bű volt ott, bálványimádás, házasságtörés, stb. És akkor megkezdi ott a rabbitól a tanítvány, akkor második szentély miért van való? Tehát ezek milyen jámborok voltak, tényleg nem volt bálványimádás, minden. Azért, mert ok nélküli gyűlölet volt ott. És ezt a Talmudban van benne. És idézzük föl János evangéliumát, utolsó hadsora mit mond? Ha nem jöttem volna közük, és nem tettem volna közöttük azokat a csodákat, nem volna bűnük. De így nincs mentség a bűnükre, ok nélkül gyűlölnek engem, és gyűlölik atyámat is. Tehát ez az ok nélküli gyűlölet és meggyilkolása az erkölcsbírónak, Jézus Krisztusnak, ez emiatt sújtotta ezt. És eleve tökéletlenek voltak ezek a szertartások. Ezután a szentély elhamvadásai, ezek ugyan meghaltak ezek a szertartások, de megtartásuk nem volt bűn. Nos, ekkor volt egyedül ebben a 40 esztendőben legitim az úgynevezett zsidó kereszténység, tehát azok a zsidók, akik betértek, egyrészük megtartotta a törvényt továbbra is. Az étkezési törvényeket, a Péter is fölmentek a templomba imádkozni a megfelelő imaórákat, ugye a napi háromszori, átlagban napi háromszori zsidó ima, a Zsolozsmához hasonlóan van, ugye, tehát ezeket megtartották, de a szentély elhamvadás után ezek tilosak, és ez egyébként dogma. Ezt kimondta a firenzei zsinat. Megtartásuk halált okoz, tehát halálos bűn, mert ezek a szertartási törvények eljelezik a messiást. Még várják, ha én ezeket végzem, a körülmetélést, a szombattartást, ezeket a szertartásokat, akkor azzal azt vallom meg, az Isten úgy imádom, úgy akarom tisztelni, hogy nem jött el még az, aki megjövendöltetett. Tehát ez Krisztus tagadássá válik már ezután. Tehát ha most is egy zsidó ember megtér, akkor neki ezeket nem szabad megtartania, tehát akkor lehet igazán keresztény, ha ezeket nem tartja meg, mert Krisztusban ezeknek érvénytelenné váltak ezek a dolgok. Nem véletlen, hogy az Antikrisztus akarja majd helyreállítani a templomot Jeruzsálemben, és beülni ugye az Isten trónusára.
Tehát ez nagyon fontos, hogy keresztény szempontból ez nagyon-nagyon problémás. Hiszen az Krisztus egyetlen már megtörtént megváltó áldozatának a tagadása. Utána milyen áldozatra van még szükség? Ezt jelezték a pogány áldozatok is. Tehát az is az Isten fele törekvés, egy részben Isten rendelte áldozatok voltak. De ezek Krisztusban mind beteljesedtek. Kérném a következő. Ugye ez egy nagyon érdekes a keresztfeliratnak a része, hogy latinul, görögül és arameusul, héberül, hogy kérték Pilátus, hogy vegye le és írja mást oda. Ugye ennek van egy olyan értelme, hogy a názáreti Jézus a zsidó király, ez úgymond egy objektív állítás. Ugye a bűn, a titulus, a bűnnek a fölírás, ugye a római jog szerint a keresztre feszített ennek a keresztjére ki kell tűzni, hogy miért szenvedi el ezt a büntetést. Az arra járókelők is lássák. És mondja, hogy ne azt írt, hogy a zsidó királya, hanem hogy én azt mondtam, vagy ő azt mondta is. Mondta, amit írtam, megírtam. És ami érdekes, a római Santa Croce in Gerusalemme bazilikában, pápai bazilikában megtalálható a titulus tábla, amit Szent Ilona talált meg. És ami nagyon érdekes, hogy még a latin és a görög felirat is jobbról balra halad, tehát nem balról jobbra, és Carsten Tiedle egyébként német evangélikus bibliakutató volt, aki a hitelessége mellett érvelt ennek, nem is katolikusok, méghozzá a következők miatt, hogy a kezdő betűk a héber arameusba ki voltak vésve. És az a tetragrammatont adja ki, a JHVH-t adja ki, amit a főpap egyszer mondhatott ki egy évben az engesztelés napján. Tehát az igazi engesztelés napja, ami valóban az embereknek üdvösséget adott, az a nagypéntek volt. Ugye, mert Yeshua ha-Nocri, Vömelek ha-Yehudi. És ez ugye ezért botránkoztak meg rajta a főpapot. Csak ezt innen tudjuk, hogy megvan ez az erekje. Kérném a következő diát. Na most rátérünk az érdekesebb kérdésekre, hogy mi várható ennek megfelelően, és a Jelenések könyvéből ismert ezer évnek az értelmezési formáira. Egyet leszögeznék, hogy ugyan van egy általános elterjedt nézet, amifele én magam is hajlok, és ebből majd a következő alkalommal valószínűleg lesz vitám majd dr. Bakos Batuval, vagy beszélgetésünk, de nagyon fontos, hogy nincs egyik sem elítélve, illetve tiltva. Ez egy nagyon fontos dolog. 1944-ben adott ki egy olyan nyilatkozatot a hittani kongregáció elődje, a Szent Officium, hogy a mérsékelt millenarizmus, vagy kiliazmus, mint biztos tanítás, ez nagyon fontos, mint biztos nem tanítható. Nem az, hogy tilos, ezt csak leszögezem, akármelyik álláspontot foglaljuk ezek közül el. Most tisztáznám, hogy itt miről van szó. Ugye ideig világos a képlet, teremtés, fölemelés, bukás, megváltás, jön a parúzia is. És akkor utána pedig, vagy a legvégén, mindegy, hogy a parúziát hova helyezzük ebből a szempontból, vagy melyik parúziát, új ég és új föld teremtetik, tehát az egész teremtett világ az évumba fog átlépni, és a tempusz megszűnik, tehát ez az időbeli történelem lezárul ilyen értelemben. Lesz ott is változás, ilyen értelemben történés, de az már az örökké valósított valóság lesz. Világosan szétválik a pokol és a földre szállt, a földre egyesült mennyország. Most a millenarizmusnak, ugye az ezer esztendőről, amiről a Jelenések könyvében van, három alapvető főirányzata van, most a részletekbe is beletérek, de előtte még egy dolgot tisztáznék. Ha csak a Jelenések könyvét nézzük, vagy ennek az ószövetségi előzményeit, amiből ugye magyarázták magát, a Jelenések könyve által magyarázták ezt, Ezékielt, Dánielt, vagy Szent Pálán is találhatók több levélében, Kolosszeiekhez írt a második levelében is van, ugye a katekónról szó, ha jól mondom, valamint ugye akár az evangéliumban az üdvözítő beszél, a világ végéről, Jeruzsálem, és sorolhatnám tovább. Tehát minden jövendőléssel kapcsolatos, ami még nem teljesedett be, vagy a legtöbb irányzat szerint nem teljesedett be, jövendőlésekről van szó, vagy pedig ennek a sűrítménye igazából maga a Jelenések könyve, azért ezzel kapcsolatban pár dolgot mondanék, és főleg a Jelenések könyve
ennek az értelmezéséről, vagy azon keresztül ennek az egésznek az értelmezéséről. A jelenések könyve vélelmezhetően eredetileg nem görögül íródott. Ezt onnan lehet tudni, hogy mivel apokalipszisz látomásos jelenésről van szó, ahol szó szerint egy lediktál valóságról van szó. Nagyon fontos tudni, hogy a sugalmazás azt jelenti, tehát a szent írás attól lesz szent és kánoni egy írás, nem attól, hogy az egyház annak nyilvánítja, az egyház csak fölismeri ezt. A Szentlélek által a tévedhetetlenül maga a tanítóhivatalon keresztül, tehát egy iratról kimondhatja, hogy biztosan sugalmazott, de ami nagyon fontos, hogy attól, hogy sugalmazott, tehát attól, hogy Isten az elsődleges szerzője, olyan értelemben, mint ahogy itt a jegyzetelő barátomnál a toll úgy működik, az emberi szerző. Tehát Isten az elsődleges szerzője, aki az emberi szerzőt írásra indítja, írás közben vezeti, és ami nagyon fontos, úgy sugalmazza, nem úgy ihleti, mint lehetnek ihletett irodalmi művek is, hogy tévedéstől mentes, hit és erkölcs dolgában mindenképpen, illetve abban, amit Isten közölni akar. Ha mi nem is ismerjük fel először, hogy mit is akar Isten közölni az adott Szentíron keresztül. És ugye a Szentírás a szent iratoknak a gyűjteménye. Különböző korokban, különböző emberek, különböző körülmények, és vérmérsékletek és irodalmi stílusok közben írták. Nem rontja le az emberi természetet közben Isten az íródeákjának. Tehát lehet, hogy az illető nincs is tudatában, amikor Szent Pál írt egy levelet, hogy ő sugalmazás alatt áll. Tehát nem kell feltétlenül egy ilyen revelatív, egy ilyen kinyilatkoztatott állapotban lenni. Viszont ez az apokaliptikus könyvekre nem mondható el. Tehát ezekre a jövendőlés, tehát például, mert ott világosan ír arról a szent szerző, hogy megnyílt az ég, sorolhatnám tovább. Viszont amikor ez átültetett, görögül vannak nehezen érthető részek benne. Mert annyira tisztelte az eredeti szöveget, hogy szó szerint akarta átfordítani. És Henri Daniel Robst írt arról, például amikor a Magnificatot ilyen hasonlókat visszafordították arámra, ami görögül lehet, hogy ügyetlenül hangzik, sokan ezeket elvetették, hogy nagyon pontos gondolatrímek és mi egymás megtalálható benne. Ez az első fontos pont. A második, hogy egy szentírási helynek van egy szó szerinti értelme, egy betűjt történelem szerinti, és van átvitt értelme. Egy igehelynek, de Luther mondta, hogy csak egy értelme lehet, de nem. Gondoljunk bele, a Jóisten úgy is tud gondolatokat közölni, mint amit maga író is mondta, hogy Arany János gondolta a fene, de ez valóban sokszor van úgy, hogy az ember akár egy festőt, vagy egy, ahogy itt a képek között szétnézek, vagy egy írót is, vagy egy zenészt, nem csak a saját racionalitása viszi, vagy az intuíciójába valahogy az Isten is belenyúl. Ez nyilván egy szent szerzőnél, vagy az isteni kinyilatkoztatásnál még inkább így van. No már most, és én ezért mondtam, hogy ez a három megközelítés nem abszolút értelemben, nem zárja ki egymást. Először ezt nézzük meg, hogy milyen olvasatai vannak a jelenések könyvének. Az egyik az, ami teljesen allegorizál, hogy ez minden csak egy nagyon átvitt szimbólum, jelképszerű, olyan értelemben, hogy az egyházinak az általános helyzetét mondja, illetve van olyan, például a keleti rítusban, a görög katolikus vagy a görög keleti rítusban, hogy egyetlen könyvet nem olvasnak a liturgián, az pedig a jelenések könyve. Nem azért, mert apokrifnak tekintették, sokan ezt mondják, hanem azt mondják, hogy maga a szent liturgia az maga a jelenések könyvének a dramatikus kiábrázolása, hogy így mondjam. Tehát az ott megjelenő szimbólumok, azok mind végig vonulnak, ami a jelenések könyvében írva van. Tehát ez tulajdonképpen úgy lehet kezelni, mint egy szerkönyvet, ami megtestesül benne, tehát minden szent liturgiában ilyen értelemben kiolvastatik a jelenések könyve, és a benne való átmenet, ami az egész egyház történelmet is jelenti, az a benne részesülő hívő is átmegy rajta, vagy az összegyűlt egyházi közösség. Ez természetesen igaz lehet, de ez nem zár ki más értelmezéseket szerintem. A történeti értelmezéseknek három típusa van, ugye a historicizmus azt mondja, hogy a jelenések könyve az apostolok korától, vagy Szent János korától, vagy Krisztus korától a második eljövetelig, vagy az új ég és új föld megalkotásai való történelemnek a szakaszai, tehát például a hét egyházat, a hét gyertyatartót, stb. Az különböző korszakokra, vagy különböző vadállatokat konkrét történeti
helyzetre, lehet, hogy a vörös sárkányt és a többi érteni. Ezt sem zárunk ki önmagában, és van a preterizmus, ami ugye azt mondta Préter, ugye a múlt szóból latinul, préteritum, hogy ezek mind beteljesedtek gyakorlatilag az első században. Tehát, hogy a szélsőséges preterizmus, hogy ott minden, ami abban írva vagyon, az Antikrisztustól kezdve minden a szentély lerombolásai, az első században ezek, vagy az első két században, ezek már elmúlt dolgok. Ez elsősorban a posztmillenarizmus elméletéhez kötődik, majd erre kitérek. És van a futurizmus, ami azt mondja, hogy lényegében, ennek is van mérsékelt, meg abszolút formája, hogy az egész jelenések könyve a szigorúan vett végidőkre vonatkozik, mert az utolsó idők az Krisztus eljövetelétől van, első eljövetelétől a végidőkig, vagy a második eljöveteléig, vagy az új ég és új földig. De a futurizmus az azt mondja, hogy ezek sűrűsítve a végidőknek a konkrét történeti cselekedetei. Tehát láthatjuk, hogy az egész egyház történet, korai egyház történet és csak a legvége, ugye, szélsőséges formájában vagy abszolút formájában. Azért ezeknek többfajta iskolája van ezen belül, csak hogy lássuk, hogy hogyan lehet olvasni a Szentírást. Én azt mondom, hogy ezeket valahogy szintézisbe kéne látni, hogyha belemélyedünk. Na most miről szól ez a millenarista elmélet, hogy az ott lévő ezer évet hogyan értelmezünk? A legelterjedtebb Szent Ágoston nyomán is az amillenarizmus, ami arról szól, hogy ez egy jelképes ezer év, illetve Krisztus első és második eljövetele között egyház korszakát fogja át ez az ezer év, tehát nem egy konkrét ezer évről van itt szó. És itt ugye van szó az első halál, az első feltámadás, a második halál és a második feltámadás, és itt úgy van szembeállítva, hogy van a természet feletti halál, tehát a természet feletti adományoktól megfosztottság, ugye a mennyország kizárása, ami ugye majdnem mindenkit a szűzanyán kívül érint, az első természet feletti feltámadás, abban nem mindenki részesedik, ez kegyelemben van újjászületés, a testi halálban majdnem mindenki részesedik, végül fog, ugye a két tanulnak a kérdésére majd kitérek. Énok és Illésre használják általában, mint elragadtatottakra, hogy az egyik a népeket, a másik ugye a zsidókat fogja téríteni majd az Antikrisztus előtt, egy értelmezés szerint. De, és van ugye a második, a testi feltámadás, ami mindenkit fog érinteni, mert föl fog támadni, vagy a pokolra, vagy testében is elszenvedni, vagy a mennyországra, vagy testében is élvezni azt a boldogságot. A posztmillenarizmus az gyakorlatilag a preterizmussal, vagy annak a szélsőséges változatával kötődik össze, vagy az abszolút értelemben vett változatával, hogy a jelenések könyve, meg Dániel, minden beteljesedett maximum az első két vagy három évszázadban az egyházban. Utána az evangélium minden nehézség ellenére terjed, és a végén lesz egy akár ebbe is ugye vannak alváltozatok, hogy ténylegesen ezer esztendő, vagy egy nagyon hosszú korszaknak tekinthető időszak, amíg a második eljövetel eljön Krisztusnak, de ugye posztmillenarizmus, hogy Krisztus eljövetele az ezredik év után következik be, és akkor eljön ugye ítélni élőket és holtakat, és akkor létrejön az új ég és új föld. De az Antikrisztus minden az már az első két évszázadban megtörtént, tehát a jelenések könyvében nem kell már konkrét történeti eseményeket kutatni a jelen világra, vagy csak nagyon keveset. Ugye itt is vannak, hogy mérsékelt preterizmus, vagy abszolút preterizmus. És végül mondja a premillenarizmus, hogy ezen ezer év előtt fizikálisan eljön Krisztus, tehát ténylegesen visszatér, mondjuk, ennek is több ágazata van, teszem hozzá, de, és akkor itt vannak ilyen alváltozatok, hogy van egy 7 éves hétszűk esztendő, az Antikrisztus, amikor tombolni fog, de még ezelőtt az igazakat, az egyházat elragadja Isten, és utána dicsőségben ők visszatér, amikor legyőzi az Antikrisztust a szentekkel, és ők föltámadnak, az első föltámad, ezer évig uralkodnak, és utána jön majd a végítélet, és az új ég és új föld. Ugye, tehát, hogy itt is azért az ezer év megkülönböztetik a mennyei ezer évtől, mert sokszor az a kritika a premillenaristákkal szemben, hogy akkor csak ezer évig tart meg, ez egy földi dolog, és akkor hol marad az a természet feletti, tökéletes, örökké tartó világ. De ilyen gyakorlatilag én nem tudok olyan premillenaristáról, akár katolikus, akár nem, aki ezt állítaná, hogy,
hogy itt ez az 1000 év és utána semmi nem jön, vagy ez csak egy földi, tisztán földi dolog lesz. Van ugye, hogy a 3,5 év után ugye az elragadtatás, a nagy megpróbáltatásban jön, vagy az egész után, hogy az egyház végig szenvedi az Antikrisztust. Tehát ezek ugye különböző, ezek alváltozatok ebben, de az a lényeg, hogy utána jön egy 1000 esztendő, amikor az evangélium kitesül, és Krisztus ténylegesen itt van a Földön, és uralkodik. Mondjuk egyik legabszolútabb értelmében véve. Na most lépjünk tovább, hogy hogyan tudjuk mondjuk ezeket valahogy egy megoldást találni, úgy, hogy mindegyik tartható. Ugye van pár nyitott kérdés. Itt már csak így röviden, és akkor beletérünk. És itt az én álláspontomat fogom elsősorban elmondani, mert itt tényleg hónapokig lehetne beszélni az alvá, de kérdésekre is majd kitérnén akkor. Tehát jó maga azon az állásponton, az általános állásponton vagyok, hogy az emberi természet lényegileg már nem fog változni a második eljövetelig. Az lehet, hogy a képességeit tekintve lehet egy olyan korszak, akár egy 1000 éves korszak, amikor a bűn gyakorlatilag leláncoltatik, lesz bűn, de nem olyan fokú, ahhoz után hasonlítani, aminek előképe mondjuk a középkor volt. Amikor a kereszténység a társadalom áthatotta, nem azt jelenti, hogy akkor nem voltak bűnök, de nézzük meg a bűn intenzitását, a bűnöknek egyszerűen a tombolását, ami a mai világ, vagy a történelemben egyre súlyosabb szinten ez előjön, és egyre nyilvánvalóban, és mennyiségileg is, és mélységileg is. Ahhoz hasonlítanám, amikor itt egy nagyvárosban valaki a körúton át akar menni egy zebrán, mondjuk napközben sok ember van. Az egyik oldalon pár ember lődörög, a másikon egy nagy tömeg akar átkenni a zebrán. A nagy tömeg nyilván könnyen át fog jutni, mert valaki nem is találja magát senkivel szembe. Akik meg szembe állt, ott is a tömeg azért inkább átfog, a többi ember fogja visszafogni. Viszont az a pár embernek nehéz lesz átvergődni, amíg zöld a lámpa a másik oldalra. Ezt fogjuk úgy föl, mint az adott embernek, amíg zöld a lámpa, a földi életét. És addig el kell jutni a túlvilágra, a célra. Na most az egyik ugye a pokol fele megy, a másik meg a mennyország fele törekszik ebben. Na most nem mindegy, hogy hol állnak többen. Tehát nem azt jelenti, hogy nem fognak elkárhozni emberek, mondjuk egy ilyen korszakban nem kárhozhatnak el, vagy középkorban nem kárhoztak el. De egyszerűen, hogy a társadalmat Krisztus törvényei hatják át, az egyház ki tud teljesedni, és a szentségét minél több embernek tudja nyújtani, akkor azért számszerűen többen üdvözülnek, és azért az Isten dicsőségét növel. Nyilván az üldözési koroknak is megvan a maguk szerepe. Na már most itt az egyház korszakaira, például Holzhausert, aki egy boldoggálvató, illetve tiszteletre méltó szerzetes volt a 17. században, a 7 kis-ázsiai egyházat, az egyház 7 korszakaként írja le, és a 6. korszakot, ami most következik, az előtt egy nagyon nagy megpróbáltatás van, de nem a vég megpróbáltatás. A protestáns értelmezéseknél azt látjuk, hogy jön az Antikrisztus, utána jön vissza Krisztus, 1000 év. Ugye mondjuk a premillenalizmusnak a szélsőséges értelmezése. Vagy a posztmillenalizmusnál, nem tudom, Néró volt az, vagy Neró, bocsánat, ha most latinosan ejtjük ki, ez már nem kell ezzel törődni. És mit mond mondjuk az a mérsékelt katolikus millenalizmusnak az álláspontja? Az azt mondja, hogy eljön az Antikrisztus a világ végén, lesz ugye a végítélet Krisztusnak, és az új ég és az új föld. Valakik elragadtatnak, tehát akik még akkor élnek, azok nem fognak meghalni ilyen értelemben, hanem ott elváltoznak, vagy elkárhoznak, vagy üdvözülnek, a halottak meg feltámadnak. De előtte, meg a nagy apostázia előtt lesz egy olyan korszak, amikor a történelemben a krisztusi eszmények, Krisztus királysága lehető legszélesebben a helyre állított természet állapotában, a szentségekkel megerősített, megváltott emberi természet állapotában kiteljesedik. Tehát ez az a korszak, ami igazából egy ilyen 1000 éves uralomként elfogadható, vagy az én álláspontom szerint, vagy a legjobban is fogad. És ehhez összefog ugye különböző Mária jelenéseknek, a Mária korszak, a Máriás korszak, a kegyelemnek a kiáradása, tényleg a bűnöknek a leláncoltatása, és ez a fajta győzelem.
És ez, mint mondom, ez a korszak ebben a felosztásban, ez még a nagy apostázia és az antikrisztus előtt következik be ebben a fölfogásban, és utána természetesen lesz a végső parúzia és az örök időszak. Na most ehhez kapcsolódik a Szent Pálnál említett visszatartó, a katekon kérdése, hogy bocsánat, csak kicsit én is fáradok, csak a gondolatomat szedem össze, hogy hogyan fogalmaz. A gonoszság titka már működik, meg a szétszóratásnak a titka, de még valami visszatartja. Az én szerint véleményem szerint ez maga Jézus Krisztus az Eucharisztiában. És hogy mi az, hogy már itt van a gonoszság titka, az Antikrisztus, hogy ez már megszületett, nem született meg. Az én álláspontom szerint ez maga Barabás volt, tehát hogy megszületett már akkor az Antikrisztus, méghozzá az ördögnek, a sátánnak valamiféle, mint inkubusznak a gyermekeként született meg, és tehát nem tisztán emberi természettel, és ezért természet, mint a nefilimek voltak ugye a vízözön előtt, tehát ilyen hasonló jelleggel. És itt lehet mindenféle gazdasági, bármilyen antikrisztusi, társadalompusztító jelenséget, vagy a kommunizmust fölhozni, vagy bármi. Ezek a benne szereplő emberek, ezek csak epizód szereplők. Nem is akár egy karmester a fontos, hanem a menedzser, aki a háttérbe áll. És például itt tudnám intézni az Ördög ügyvédje című filmet, ugye, ha valaki ismeri. Na most ehhez hasonló az Antikrisztusnak a tevékenysége, tehát a kommunizmus létrehozásában, szabadkőművességnek, a francia forradalom, például Monte Cristo grófja, bárig nem tudják, hogy ki volt az a Monte Cristo grófja, állítólag több száz éves volt, 18. században Perzsiától kezdve az európai királyudvarakat körbejárta, utána eltűnt. Lehetett például ő is ez az Antikrisztus, hogy akkor így jobban megnyilvánult, vagy adott magáról ilyen jelet, aki minden ilyen személy és mozgalom mögött ott van, ami Krisztust próbálja és az ő egyházát elpusztítani, és az evangélium a terjedését megakadályozni, de ő valamilyen formában erősebben meg lesz kötözve ebben a korszakban, és kiteljesedve, és a katekon ugye ezért akarja a szentmiséget is elpusztítani, nem véletlenül, mert Krisztusnak ugye a rejtett jelenléte, de valóságos jelenléte közöttünk. Nagyon fontos a két tanúnak a szerepe a jelenések könyvében, amit Illésre és Énokra is használnak, több más mellett általában rászokták, akik ugye elragadtattak, nem haltak meg. Tehát fölragadtattak, de nem haltak meg, de visszatérnek és meggyilkolják majd őket Jeruzsálembe az Antikrisztus, de előtte még a népeket és külön a zsidóságot is nagyon sokat Krisztushoz fognak vezetni. De utána föl fogja őket Krisztus támasztani, és ennek van egy külön története, ahogy elolvashatjuk. A másik nagyon fontos a szibillai jóslatokhoz kapcsolódóan, hogy egy emberi egyház és politikai monarha, egy angyali pápa, meg egy világuralkodó jön el, akik a társadalomban és az egyházban is helyreállítják teljességgel Krisztus uralmát. Ebben a korszakban, vagy annak az elején. És akkor van olyan elmélet, hogy ezek nagyon rövid ideig uralkodnak, és amikor ők elpusztulnak, utána jön el közvetlenül az Antikrisztus, tehát pár évtizedes lesz az uralom, de lehet, hogy egy 1000 éves uralmat indítanak ők el, tehát lehet egy ilyen értelmezési keretet is adni mindennek. Kérném a következő diát. És akkor itt... Kicsit már a szöveg kifolyja az emberek szeme, meg mindenkinek lyukat beszélek a hasába, azért valahogy a szebb dolgokra irányítsuk a dolgokat, és itt nem csak Batu barátomra gondolok, hanem erre a gyönyörű ikorra, ami engem nagyon megérintett, amikor megmutatta a barátom, ugyanis ez a... És itt átkapcsolok a magyarságnak a kapcsolódásához ebben, illetve a Máriás korszak eljövetelében, vagy ebben a dicsőséges korszaknak az eljövetelével kapcsolatban. Ebben az ikonban nagyon sok minden sűrűsödik, általában, mint a jelenések könyvének is a jelentés rétegeit, ha tekintjük. De majd kiegészíti
Batu barátom, aki kell valamit, vagy nem tudom, most nem látom itt a sorok között a Attila atyát, de gondolom, hát, hogy Erdélyből nem tudott eljönni, de hát ugye az ő ismertetését ismervén is. Nos, hát mi a maga az alapkép, tehát ez a fajta útmutató, ugye hodigitria ikontípusnak hívják görögül, amikor a szűzanya az ölén ülő jobb kezével Krisztusra, fiára mutat, tehát hogy őt kövessétek, és nyilván a klasszikus ábrázolással, hogy a három csillag, ugye az örök szüzességét jelképezi, ugye Virginitas in partu, postpartum és ante partum, ugye a szülés előtt, szülésben és szülés után, az összes Mária igazság is megtalálható rajta, a színek is, ugye a emberi természet, ugye a vörös, a vér, a hús, a kék, a mennyei színeknek az egyesülése, és ennek ugye kifordítottja általában ugye máshogy ábrázolják az üdvözítő, mint a szűzanyám, ennek is, hogy a szűzanya az isteni természet költözött az emberibe, ott pedig ugye az isteni vette fel az emberit, most ezeknek a részleteiben bele nem mennék, ugye a Jézus Krisztus monogram ott található az egyik, a szűzanya baján található angyal alatt, ott pedig ugye a Mater Theo, ugye az Isten anyja kifejezés, az M-Ró, ugye a Theta és a Ü, betűk láthatók körülött, tehát az Isten anya, illetve Jézus Krisztus monogram található meg. Tudni kell, hogy például a keleti szertartásban alapvetően nincsen képszentelési szertartás, mint a nyugatiban, mert azzal fejezik be egy nagyon komoly szertartás, hogy egy ikon megfessenek, hogy ráélek a szentek monogramjait. Úgymond az ige testélőn, ugye a szó képé válik, a betű képé válik, akkor teljesen kép más. Most ami érdekes ebben, ez az ikonnak az eredeti, ami ihlette ezt az ikont, az Gyergyó Szent Miklóson található, egy görög katolikus székely egyházközségnek a templomában, és ezt a templomot nem hogy az ortodoxok oroszták el, illetve a görög keletiek, hanem el is ruménosították ezt, tehát és ez az ikon könnyezni kezdett. Tehát ennek van egy nagyon mély jelképisége az összmagyarságra tekintettel, a magyar hivatásra, és gondoljuk, hogy a Kárpát haza nem hogy a latin és a görög, Róma és Konstantinápoly között található, és a két ritus hatásáról még ennyit tudnék beszélni, mint idáig, akár a középkori Magyarországon. Milyen fontos volt ez Szent Lászlónál, Szabolcsi Zsinat, és sorolhatnám tovább, hanem a germán és a szláv világnak a négyesében van Magyarország, ugye Áhen és Kijev között, ahogy úgy mondom. Tehát a magyarságnak ezt a hivatását a kereszténységbe is gyönyörűen megmutatja, hogy hova rendelte a hazát népünknek Isten, amikor Álmost és Árpád népét visszavezette a Kárpát-medencébe, és sorolhatnám tovább, most ebben vannak nálam jártasabbak, meg tartottak is talán itt előadást, meg fognak is. Ami fontos mindehhez kapcsolódóan, hogy a trónuson ül, mint királynő, uralkodik, mellett ugye két angyal található közvetlenül, a glóriája mellett, az aureája mellett. Ugye az égből másik két ugye angyali korona, az égből hozott korona, most Csomó Lajos barátomat lehetne meghívni erről, vagy tartott már előadást, tehát ez egy külön történet, ez is egy égi minta alapján készült. Nem akarok ebben most részleteibe belemenni, hogyan, mint kaukázusi műhelyben, és milyen egységesen tervezett egész Attilának meg volt, Avarkorona, Nagy Károly, hogyan került vissza Szent Istvánhoz, és soroltán tovább. Ez egy külön történet, ebben is van ellen vitatott pontok, de a lényeg, én hiszem is valami, hogy ez egy egységesen égi mint alapján tervezett és égi szimbolikával lévő Szent Korona, amit hoz egy angyal az égből, és a szűzanyának van felajánlva, ő Magyarország örökös királynője. Egy arasszal ezért, ahogy Varga Tibor barátom is szokta mondani, jogtörténész barátom, közelebb van Mennyországhoz, hazán földje, mint bármi más, ami alatt található a szűzanya, aki éppen egy kígyót tapos, Kovacsics Mária, Natália nővérnek a jövendőlése szerint, ami megint egy nagyon szimbolikus, hisz itt található valahol Gyergyó Szent Miklós, és hol született Natália nővér? Pozsony-Pesztercén, itt. És a középen, a Szent Anna réten eltapossa a kígyó fejét a szűzanya, hisz
azt akarja az üdvözítő, ahogy Natália nővéren keresztül közölte, hogy itt épüljön föl anyának székhelye, ahonnan elkezdődik a világ megváltása, a bűn eltiprása, Sátán megvakítatása, és mi egymás. Tehát ez a korszaknak az elindítása így nagyon szorosan kötődik a magyarság hivatásához. És Regina Mundi Victoriosa, a világ győzelmes királynőjének a kultuszához és a hozzá kapcsolódó engeszteléshez, hogy Mária országa, Mária engesztelő országává legyen. Ez egy nagyon fontos. És ehhez kapcsolódik a képnek a jobb, a heraldikai vagy az ikonográfia jobb oldalán található kép, ahol szintén az égi minta alapján megalkotott engesztelő kápolna, világ győzelmes királynője engesztelő kápolnának a képét láthatjuk, amit ahogy a szűzanya Szent Annától született, ugye, faszülte ágát, ágszülte virágát, ágszülte almáját, alma szülte Szent Annát, Szent Anna tudta szűzmáriát, szűzmária szülte Jézus Krisztus világ megváltóját, ennek mintájára, hogy a Szent Anna réten kell a világ győzelmes királynője kápolnának az engesztelés székhelyének megépülni, és amikor ez megépül, és hozzáteszem, Magyarország valóban Mária engesztelő országává válik, akkor ezzel egységével ez meg fog valósulni, és ehhez kapcsolódóan a magyar apostoli királyság is eredeti fényébe, sőt, helyre fog állni, és Magyarország egységesen, ami a pokol kapu is el fognak erőt venni. Most ez ennek a nagyon fontos üzenete. Ennek a ebben minden benne van a magyarság hivatása. Lehet itt most el lehetne indulni tényleg Ménrodtól, Hunors, Magyartól, tehát ez egy nagyon hosszú történet, az egész magyar történelme, Istennek az akarata, hogyan húzódik vissza, ami hivatásunk és küldetésünk, de tényleg ebben, hogy a jövőre tekintettel is, hogy mi a mi nagyon fontos hivatásunk. Ebben a kettőben ez mind benne, ezt így ránéz az ember, szemléli, most én ezt analitikusan végig fejtettem, ebben minden benne van, ami ezzel kapcsolatban nekünk, a Mária korszakával kapcsolatban van, a boldogságos Szűz Mária uralmával, a Regnum Marianum, az a Regnum Marianumból kell, hogy kiinduljon, és annak így kell helyreállni. És sajnos egy nagyon súlyos probléma van ezzel kapcsolatban, ezt is el kell mondanom, mert szinte a legnagyobb hátráltató tényező valósul most meg a Szent Anna réten egyházi asszisztálással is, hogy föl akarnak építeni, bocsánat, a kutyának nem építenék ilyen kutyaúrot, vagy garást, így van, ami egy teljesen méltatlan, és azért gátolja, mert azt le kell majd rombolni. Most mondhatják, hogy ez időleges, hát de ki fogja azt lerombolni, meg mikor? Tehát ez még tovább visszavetheti ezt a dolgot. És bocsánat, most erre mondhatják, mi egyházállás, hogy nem. Bocsánat, az Úristen szavát vegyük komolyan. Ha azt mondja, bocsánat, a bíboros úr, legnagyobb tisztelettel vagyok iránta a hierarchia és ebben a tekintetben, a justitia legalis megadva neki a törvényes igazságosságot, de azt mondja, hogy ő nem ismeri el ezt magánkinyilatkoztatását. Ez volt az első gondolata. A második gondolata az volt, hogy erről elmondok egy tavalyi márciusi történetet. Második gondolata az volt, hát ezt nem vizsgálták ki, vagy félbeszakadt a kivizsgálás. Ez volt a második gondja. És az a lényeg, építsünk ott egy miséző helyet, úgymond, mert hát végül is ott összegyűlnek az emberek. Bocsátot kérek, miséző helyet bárhol lehet építeni, elnézést itt a 32-esek terén is föl lehet húzni, a Kistolvaj mellett, vagy bárhol másod, ha most úgymond egy ilyet akar valaki. Ez a helyszín Natália nővéren keresztül adott magánkinyilatkoztatáshoz kötődik. Nagyon kedves barátom, akit Felvidéken oktattam az Eszterházi Akadémián, tavaly a parlament épületébe járt, amikor március 11-én átadták a hivatalos állami kitüntetéseket, és a folyosón összefutott Erdő Péterrel. És előtte én beszéltem neki is erről a problémáról, és megállította, hogy eminenciás és főtisztelendő bíboros úr, jaj, de jó, és nagyon kedves volt, közvetlen, és erre a témára ő rátért, és akkor mondta, hogy elnézést, de hát ezt kivizsgálták, hogy olyan emberek, mint Bánk József, meg bocsánat, tehát erről született egy egyházi verdik, Mindszenti is ezt jóvá hagyta, maga Mindszentihez kötődik ennek
bocsánat, hogy ez az ő szent javatási peréhez fog tartozni, ennek a kápolnának a fölépítése. És nem lehet, hogy az Úristennel viccelni, gondoljunk, Noé bárkely vannak ilyen, lehet, hogy nem értem, hogy miért ennyi sín, könyök, hosszú, meg így, úgy, megvan ennek az isteni tervben a lényege, azt is, amit nem tudok átlátni, ugyanúgy az aranyborjú imádat. A pokol is jó szándékkal van kikövezve. Nem az igaz Istent akarták imádni, igen, de nem, hogy az igaz Isten elvárta. És akkor lehet mondani, hogy milyen ez az Isten, meg bocsánatot kérek, elnézést, deficitben vagyunk, ő mondja meg, hogy őt hogyan imádjuk helyesen. Most bocsánat, én udvarok egy hölgynek, és ő nem szereti az ibolyát, és én azt veszek neki, de ő deklar, hogy én vagy egy kital, de lehet, hogy teljesen jó szám, még egyébként lehet, hogy kedves lennék a hölgynek, hogy azt mondja, hogy járunk egy keringőt, vagy valamit, de hát elrontom az egész partit ezzel. Most akkor, hát bocsánatot kérek, tehát a jó Istennek, ha én a kedvébe akarok lehet, akkor az ő akaratát keresem. És ezzel a helyen kapcsolatban ő ennek a hat elemét végzett egyszerű magyar tót, paraszt asszony leánynak, aki apácaként már ugye ezt a kinyilatkoztatást adta, aki nem is érte, a nyelvileg is még picit nehézkes volt ez neki, de olyan építészeti szakszavakat közölt vele az Úr Jézus, erre mondta Hermann Géza, aki ezt végül megtervezte, hogy ezt én bocsánat, nem megterveztem, én csak lerajzoltam a tervrajzot, pontos tervrajzot kaptam erről. Úgy, hogy Isten mondta, hogy így nézzen ki a frigyláda, meg a sátor, ilyen, ebből az aranyból ilyen mintát rakja. Pontosan ez a terv megvan, és Keserű Balázs építész megcsinálta ennek a háromdimenziós modelljét, a interneten elkészítette, tehát ugyanúgy mondta, hogy erről pontosan ezt el lehet készíteni. Tehát ezzel nem lehet viccelni. Azon a helyen így, ez egy gát, ez nem lesz az az áldás, az a kegyelem, ami ennek a megépítéséhez van kötve. Ez nagyon fontos. Ezért a legnagyobb tisztelettel, de én nekem az az állásponton ki kell állnunk, hogy ennek a megépítéséért törekedjünk, elérni, adjunk be beadványt, hogy a legnagyobb tisztelet, hogy ennek kell megépülni, ne csináljuk már ezt. Akkor inkább ne építsenek semmit, mert ennek, tehát az csak, így van, így van. Tehát az még rosszabb lesz a helyzet, hogy tényleg ezt kell mondanom. Tehát ennek kell megépülni az én szerény véleményem szerint. Mondom, ez az én, de érthetően kifejtett álláspontom, nem egy dűbeszél vagy egy mánia belőlem, hanem racionálisan is belátható, hogyha ezen a helyen csak ez épülhet. De meg fog épülni, én ebben biztos vagyok, az Úristen nem siet, nem késik, ahogy szokták mondani, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez a kápolna föl fog így épülni a Jóisten kegyelméből. Tehát emiatt ne essen semmi kétségbe, ha fölépítik ott azt hát bocsánatot kérek, ilyen kutyaólat, az is el fog tűnni onnan. Mert lesz méltó szentély az engesztelésnek. Az, amit az Úr Jézus és a szűzanya akar. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Kérném a következő diát. És akkor még csak a végére elmondva pár gondolatot, ez csak már ezer éves periódus, vagy Mária korszak után, most a évszámokban nem belemelném, hogy 7 nagy jele van a paróziának, a Krisztus végső második fizikai eljövetelének, amikor megszűnnek a szentségek is, mert az örök idők jönnek el, az idők teljessége jön el, és az, hogy az idők beteljesednek, és új ég, új föld lesz, a menny egyesül a földdel, és ez lesz az örökké valósított állapot. Ez a 7 nagy jel pedig, hogy az evangélium minden népnek hirdetteti, a zsidóság, mint nép, nem azt jelenti, hogy minden egyes tagja megtér, mert most is vannak mondjuk egyedi betérők, de itt arról, mint nép, de nem azt jelenti, hogy akkor is mindenki közülük betér. Ez össze van kötve a két tanú eljövetelével, akit Énokkal, mint nem zsidóval, és Illéssel, mint zsidóval szoktak azonosítani. Ebben is lehet vita természetesen, de ez az általánosan elfogadott. Bekövetkezik ugyanakkor egy nagyon nagy hitehagyás, egy apostázia az Antikrisztus színre lépéseivel és megtévesztéseivel. És nagy természeti csapások következnek, az Antikrisztus elpusztulása, Krisztus maga fogja elpusztítani, és tűzben eljön ítélni a világot, és új ég és új föld lesz, föltámadnak, és letöröl minden könnyet, és az ő országának az örökkivalóság az évunk szempontjából sem lesz vége.
Hát imádkozzunk azért, hogy Mária által Krisztus uralma és Mária országa által Krisztus királysága eljöjjék, és Krisztus történelmi diadala is megvalósulhasson minél hamarabb. Ezért mindannyiunknak tenni kell a magunk engesztelésével, imáival, és azt hiszem, hogy cselekednünk is kell a megfelelő fórumokon, amiben lehet közben járni, hogy valóban az Isten rendelte szentély kápolna épüljön meg. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Még akinek van ideje, itt maradok, úgyhogy tudok pár kérdésre felelni. Nyilván a házigazdának a idejével és türelmével vissza nem élve. Köszönöm szépen a figyelmüket. Isten áldását önöknek a szenvedés idejére, húsvétre való áldott, kegyelemteljes előkészületet kívánok mindannyiuknak, és visszaadom a szót dr. Bakos Batúrnak. Köszönöm szépen!